szép jó estét kívánok, eltelt 24 óra, és ez azt jelenti, hogy ismét megyünk Londonba, egészen pontosan az Alexander Palace-ba, ahol folytatódik a 2018. évi darts világbajnokság első köre. Két nap van még ezekből az első körös küzdelmekből, hogyha én jól számolom, ugye a mai és a holnapi nap. Hát ha azt itt az elmúlt napok párosításait és a mai napot nézem és hasonlom össze, akkor hát azt kell mondjam, hogy talán a mai nap a leggyengébb, de persze ezt idézőjelbe teszem, mert azért Michael Smith és Simon Whitlock, illetve Justin Pipe is színpadra lép, de hát olyan párosítások lesznek a mai nap során, amely egytől egyig debütálás, tehát még soha nem játszottak egymással a dárcosok, és ez mindenképpen ad egy kis érdekességet neki, nem tudom, hogy ad-e érdekességet. Vereckei Lajost kérdezem, aki ma itt lesz velünk, szervusz, sok szeretettel köszöntelek, meg tisztelettel is. Kedves nézőknek. Szóval mire számíthatunk egy ilyen napon, mert ez, őszinte leszek, én ilyenre még nem nagyon emlékszem, hogy csupa ilyen úttörő vállalkozást kellett volna végignézni. Egyébként én magam sem nagyon emlékszem ilyen közvetítési napra, hogy csupa olyan összecsapás lesz majd programon, ahol a játékos felek egymással még nem játszottak. Hát nagyon érdekes szerintem az egész világbajnokság úgy, ahogy van már. Itt elég sok összefoglalót, illetve összesítőt láttam arról, hogy hány kiemeltől búcsúztunk el, de talán a minden vívő az pont a tegnap esti volt. Adrian Lewis-ra én magam sem gondoltam volna, hogy búcsúzni fog a világbajnokságtól, de a mérkőzést nézve és a mérkőzés menetét nézve, illetve ott sok momentumot nézve már egészen más volt a helyzet. Sajnos azt gondolom, hogy várható volt a meccs menete alapján. Itt pedig a... Jelentkezek, kérdezek. Mi történt? Mert 1-0, tehát az első szett az egy sima történet volt, és még a második is úgy indult, hogy ez nem fog gondot okozni. Aztán egyszer csak elkezdte dobálni. Ez nagyon összetett dolog. Egyrészt Adrian Lewis, amióta megműtötték, ugye volt egy kisebb problémája, egészségügyi problémája, műtétje, azóta nincs a toppon, nehezen küzdi magát vissza abba a formában, mivel előtte volt, vagy akár mondhatnám azt, hogy ami évekkel ezelőtt volt, mert igazából a világbajnoki címei után folyamatosan az élmezőnyben van, de olyan nagyon kiugró eredményt nem tudott felmutatni. És most azt gondolom, hogy ez most a mélypont volt neki. Számomra roppant furcsa és döbbenetes tény eleve, hogy Barney nyilaival játszik. Én megértem azt, ugye a magyarázat az, hogy most készül az új nyila, és ugye egy ugyanazon cégnél vannak a Barneyval, és hogy Barneynak a nyila hasonlít a legjobban ahhoz a nyílkészlethez, ami neki most készül. De számomra teljesen meglepetés az, hogy tehát ha már váltok nyilat, akkor inkább várjam meg a sajátomat. Ha már játszom, akkor játszok a régivel, hiszen azzal nyertem két világbajnoki címet, abban a nyílban hinnie kell. Egy új nyíl, az újdonság varázsa, az tud egyébként nagyon jól hatni, egy ilyen placebo hatás szokott lenni tőle, hogy egy kicsit jobban dob tőle az ember, de aztán azért meglátszik, hogy ez folyamatában milyen hatással van a játéknak a menetére, és az az igazság, a másik összetevő szerintem, hogy és beszélgettünk a fiúkkal utána, ugye hát Bata Józsi, aki nagy rajongója Lewisnak, hát ott eszmét cseréltünk éjjel, és ő is mondta, hogy megint előjött belőle az a butaság, hogy az első szett után egy kicsit úgy tűnt, mintha lazázna, és mintha úgy, hát hogy ez most így igazából meg lesz majd címszóval. És hát jött Kevin Mich, aki hát egy kiváló német játékos már sok-sok éve, és egy nagyon erős mezőnyben edződik. Kihasználta ezt a lehetőséget, amit Lewis adott neki, nem volt szükség egetverő átlagra, tehát nem kellett 100 fölötti dobni, hanem elég volt egy 93-94 körüli átlagot dobni ahhoz,
hogy, és ami a legfontosabb volt, hogy nagyon jól helyezte el a súlypontokat Kevin Mink. Hatalmas kiszállókat dobott, a 158-118 egymás utáni megdobás az láthatóan demoralizálta egyébként Louis-t, és utána onnantól már csak izzadni látszik szerencsétlenül. Tehát azok a 180-nak, amikből volt talán 11 vagy 12, és abból 10-et ő dobott, tehát aztán Louis-nak volt 280-a. Igen, ami ez önmagában... szerintem a nyíra vezethető vissza egyébként. Aha. Legalábbis ez az én meglátásom. Nem biztos, hogy igazam van, de én így láttam a meccsen, hogy nem az igazi neki. Volt olyan ugye, hogy elkapta, dobott egy gyönyörű 180-at egy csokorba, ott volt, és a következő körben már sehol. Egy 85 vagy egy 45 jött, tehát nem volt stabil Adrien Louis játéka, nagyon sok hullámvölgy volt benne, és inkább völgy volt, mint hullámhegy. És azért ez nagyon elbizonytalanította Adrien Louis-t, ezt lehetett látni, hogy problémái vannak ezen a meccsen. És ami számomra egyébként egy bizonyíték, és mondhatjuk itt akár, emlékszünk Zoran Lerbacherre, Menzu Sujovic szárnyalását látjuk most már a kameráink előtt is zajlik, nem csak a hírekből tudjuk. Ezeknek a játékosoknak, vagy akár a mai programban, és ugye mondtad Whitlockot, hát Martin Schindler nagyon veszélyes lesz, tehát hogyha Whitlock nem teszi oda magát, akkor ugyanúgy járhat, mint Adrien Louis. Tehát Whitlocknak nagyon komoly teljesítményt kell leraknia szerintem az asztalra. Szóval ezek a játékosok a szuperligákban edződnek, de majd esetleg erről még beszélünk egy kicsit később az első szünetben. Mert hogy John McDonald megérkezett, és felkonferálja az első parti résztvevőit, amely még egy selejtező. Mert is ennek a mérkőzésnek a győztese játszik majd a nap záró mérkőzésen Justin Pipe-al. E két találkozó között pedig Michael Smith Steve Lennonnal, Sam Whitlock pedig Marcus Schindlerrel. Jöjjön a bevonulás! Hát akkor jöjjön az első parti, a selejtezőből a kínai Xiao Chen-Zong, valamint Bernie Smith, egy kínai és egy új-zélandi tárcos tehát a színpadon. Két teljesen mondhatni ismeretlen, főleg a televízió nézők előtt. És hát nagyon komoly selejtező versenyeken jutottak be az urak. A kínai versenyzőről annyit kell tudni, hogy 2016-ban részt vett egyébként a PDC World Youth világbajnokságon, tehát az úgymond U23-as világbajnokságon. Ott a 32 közé jutott, aztán úgy döntött, hogy átruccan egy kicsit Európába, elkísérte a World Cup of Darts-ra kínai csapatot, tehát nem ő nem játszott, de elkísérte őket, és azt megszakította egyébként az egyetemi tanulmányait, hogy a darts-ra tudjon, legalábbis felfüggesztette, tehát nem hagyta abba, csak felfüggesztette, és itt jön az érdekesség, hogy a World Cup of Darts-on valószínűleg megkereste Cody Harris majd, aki gondolom, hogy Bernie Smith-nek fog a honfitársnak szurkolni. Szóval felfogadta Bob Andersont edzőnek, az egykori világbajnokot. Úgyhogy komoly kis felkészítésben lehet ez a kínai versenyző.
azt gondolom, hogy elég komoly egy százas kezdéssel láthatunk majd tőle. Bernie Smith pedig, hát ugye a darts player Ausztrál, tehát az ausztráliai versenysorozat, az egész Ausztráliára és Óceániára kiterjedő versenysorozaton szerezte meg a kvalifikációt. Egy nagyon izgalmas döntőbe Tahuna Irwin ellen 6-5-re nyert. Hát ugye itt azért a régebben látható nevek közül Warren Perry-t, vagy akár Rob Sabot is említhetjük, mint részvevőt, hogy Corey Cabdit, aki ugyanezen a selejtezőn, amiről most beszélek, ez az Oceanic Masters volt. Ez még október 29-én került lebonyolításra, az első körben búcsúzott Corey Cabdi, tehát nagyon erős mezőny lehetett. Én azt gondolom, hogy Bernie Smith, ha ezt meg tudta nyerni, akkor ő sem lesz ügyetlen. És ami nagyon fontos, szerintem az elmúlt évhez képest látványosan fejlődnek a selejtezős beli játékosok. Tehát nem nagyon találkozunk, azt hiszem, talán most Oreskinnek az átlaga a legalacsonyabb, ez 76-os volt a tegnapi napról. Eddig azért mindenki 80 fölé dobálta magát. Régen azért egy 2-3 éve még a selejtező versenyek során bizony bele-bele szaladtunk egy-két 60-65-ös átlagba. Szép ez a két tripla. Számolni kell. És az első legem belül már érkezünk szépen le, és nagyon nagy előnye van Bernie Smithnek. Hátsó pályán ráadásul. Egyelőre. Most be is teszik a Smith elé a B betűt, hiszen ma lesz még egy Smith, majd rögtön a következő meccsen Michael Smith. 440-es. Nézzük 58-ról. Bernie Smith elveheti 14 kezdését. Lehet, meg is dobja, 14 nyilas. Hibátlan. Azért mondom, hogy itt nagyon szépen emelkedik a színvonal. A selejtezőből érkező játékosok is már komoly játékerőt tudnak képviselni. Mindenképpen egyértelmű eredménye azoknak a sorozatoknak, amiken keresztül a PDC most már kijuttatja a játékosokat. Itt nálunk is a kelet-európai selejtezőn bizony elég komoly átlagokat és nagyon szép meccseket lehetett látni. Lesz majd egyébként jövőre is ilyen selejtező, ez biztos, mint hogy lesz majd magyar selejtező a World Cup of Darts-ra. Ez is biztos, bár az csak magyaroknak van, ugye. 140. Majdnem meglett az első 180, amiben egyébként most 195 darabnál járunk. Ezelőtt a mérkőzés előtt, bár most még nem dobtak 180-at, de talán most jön. Ott is van, na csak beszélnem kellett róla. Strasbourg is elkezdi. 67 darab 100 pluszos kiszállónk van. Smith közben kiszállón. Zongot, hoppá, eltalálta megint a triplát. Az alá megy. 100-as. Szépen dob egyébként a kínai. Százas. Na 46-ra érkezik most Bernie Smith. Szintén az idősebb játékosok táborát erősíti. 53 éves. Meg is dobja, így 2-0-ra vezet. Héttel a kezdésében, de Smithnek megint egy tripla, ez is, ez mondjuk az ötösbe. Azt az átlagot nézd meg. Az átlag bizony. Wayne már le is álljul tőle. Ha nem csodálom, hát selejtezőben 106-os átlagot látni,
Nem csodálom, hogy el van tőle hűlve. És csak dobja a triplákat. Nagyon jól játszik Bernie Smith. Magabiztos első szett győzelem lehet belőle, hogy 140. Az onnakkal ki kéne vágni a rezet, mert ez egyelőre így kevés lesz. Igen, most nem nagyon jön a kínainak, így egy könnyed szett győzelem lehet belőle. Meg is van az első tripla. Száz is egy komoly előny lenne. És az is lesz belőle, 126. Itt hát megint Smith van kiszállón. Szá- 1871-es átlag, azért ez már gerveni magasságokba. 19-esre kezd, ugye 126-nál most egy szektorhiba. Érkezik csak Songtól, és egy dupla 20, Smith szetet behúzhatja gond nélkül. Így bizony. Hoppá, 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 egyelőre egymás mellé, és nem alá, az meg így. Ezzel most egy kicsit le fogja rontani ezt a parádés átlagot. 113-as első 9 nyíl. Húha, nem ment az egyesbe, így aztán oda. Az első nyíl után a lehetőség, ez viszont a tripla 17 szép. Az olyan így marad a 32, de kérdés, hogy lesz-e esélye rá. Ehhez Smithnek a hibái kellenek, ami eddig még jön. Bedobja. Bedobja. 1-0. A hatodik nyilat kiszállóra. Most ezt a hat nyilat nem dobja el, hanem elsőre kiszállt volna, akkor bőven 105-106 körül lett volna az átlaga. Most egy kicsit visszaesett, de persze semmiképp sem elvárás tőle. De azért nagy örömmel nézünk hasonló színvonalú mérkőzéseket. Triplával kezdi ezt a kört is Bernie Smith. 80 pont. Már elkezdődött a dalolás, a hangulattal nincs baj most sem. 180! Második a meccs, kettőt ő dobta. Igen, de ez egyelőre ez az egyetlen kiszállóra se dobott. Igen, úgy, egyelőre ez az egyetlen egy örömben van. Vigasza. Most dob egy szép kört, akkor viszont break-elhet. Elveheti Bernie Smith kezdését. Most ez jól alakul, nagyon. A tripla egyes nem kellett volna, de gyönyörűen vissza a tripla 20-asba, egy 123. De nincsen kiszállón. Smith így 6 nyila van 138-ra Zongnak. Aztán nem kell összetörnie magát. 100-as 38-ra marad 12 nyíl után. 13 nyilas lehet, ha rádob a dupla 19-re. Kell még egy tripla, hogy 40 maradjon Smithnek, ez nem jön így 80 a maradék. Na nézzük, az első legjét hozhatja, és elveheti Smith kezdését. Nem dobja meg első nyíra,
másodikra sem. Most már sok lehetősége nincs, és harmadikra meg belülről dobja. Így aztán megint elviheti a leget Bernie Smith. És megdobja 48-at 80-nál. Bedobja! Honnan hozta vissza? Hát ez a... Ez a hit diadala volt, mert ő ebben hit, de 80-nál tripla 16-osra kezdeni elég kockázatos, mert ha simát dob 64-re, akkor föl kell váltani a 14-esre, és akkor már csak bullal lehet befejezni a legkisebb duplával. Míg ugye, ha 20-asra kezd, akkor két sima 20-as esetén is 40-re van kiszállója. De szépen megoldotta, és hát ennyit számít, hogy valaki bízik egy kiszállójában, egy kiszálló táblája van. Ugye minden darts játékosnak egyébként érdemes kialakítani a kiszálló tábláját, ami nem jelenti azt, hogy azon nem lehet változtatni, csak mondjuk egy elképzelés, egy tudatos gyakorlást igényel, hogy a kiszálló táblája kialakuljon valakinek. Bíznia kell, tudnia kell azt, hogy egy versenyszituációban mire fog dobni az adott pontszámnál. És hát Bernie Smithnek a 80-nál ez van a kiszálló táblájában, és gyönyörűen megoldott a két nyillal. Ez csak egy 100-as. Pont Németh Zoli barátunk, csapattársunk jutott eszembe, ő szokott állandóan szívbajt hozni ránk, amikor két nyila van és rámegy 80-nál a 48-32-re. 6-on, Zong. Most nagyon lemaradt Smith, úgyhogy jó esélye van a kínainak, hogy most már behúzzon egy leget. Még ez nem sikerült neki. Most sem. Hihetetlen. Ez is ötkörös lehetett volna, 14 nyilas, ami azért szép játék nagyon. Ő is 90 fölött van egyébként. 211. Bernie Smith jönnek a triplák. 7. 154, de megint a dupla 20-ra dobhat azon bőségesen. És bedobja. Megvan az első legje. Élete első kiszállója a világbajnokságon, a felnőtt világbajnokságon. Ez egy ilyen mérföld, mindig egy ilyen mérföldkő. Nyilván, hát minden légkört szokni kell. Életében először játszik felnőtt VB-n. Gondolom, hogy a World Cup of Darts is azért utazott ki a kínai csapattal, hogy egy kicsit szokja a hangulatot. Motivációnak sem volt utolsó, gondolom, a kvalifikációs verseny előtt, hogy lássa, hova is készül. Tehát mindenképpen tudatosnak tűnik a felkészülése erre a kínai fiatalembernek. 81. Láthatóan készül a darts karrierre. Nagyon, most a 19-et keresi. Hát ha így folytatja Smith, akkor még egy fordulat is benne lehet ebben a meccsben. Csikánóék is ott ülnek már. 59. Nem jön a tripla Bernie Smithnek, ez már a második köre volt. Egyetlen szerencse, hogy a kínai versenyző Zong sem remekelt eddig. 140. Sokadik kör, tripla nélkül. 60-as. És
hogy szektorhiba lent a 19-es mellett, a 3-as találja el, és fönt is egy 5-ös a 20-as helyett. Ez egy nagy luxus volt ebben a szituációban. Bernie Smith kihasználhatja, de legalább egy triplát kéne dobnia. És ez most jön, is van. Hosszú idő után. 100-as. Jó van, nem lesz itt baj, már bemosakodtak a műtős fiúk. Bárki rosszul lenne. 100-as érkezik Zongtól is. Nézzük az új-zélandit 133-ra. Kéne a tripla 19, hogy 36 maradjon, nem jön. 108 pontra. Nézzük, hogy 20-asra vagy 19-esre kezd-e a kínai. Úgy tűnik 19-esre, igen. 57-tel 32 maradt, 6 ott volna, de nem jön. És tripla 18, az viszont igen, 16 marad. 74. Ezt most meg kell csinálni a Smithnek. Egy nyila lesz kiszállóra, ha eltalálja a 20-ast. Az megvan, és a dupla 20. Megdobja! 2-1? 2-1 bizony. Fontos volt neki. Egy legre van a továbbjutástól Bernie Smith. A kiszállózásai azok azért nem rendben. Hát, 45%. Az teljesen rendben van. Az belefér. Ó! Sajtburesz van nekünk. Triplával kezd Smith, miközben Zong az első pályáról nem tudott triplát dobni, és most is egy szektorhibával kezd. Na most ott megtalálja a tripla 20-ast, és szépen utána dobja a másodikat is. Jól látom, hogy pont olyan nyillal játszik egyébként, ami a betekerhető a fémhegy. Már volt egy ilyen kérdés. Jól emlékszem, hogy lehet-e ilyet kapni, hogy valaki nagyon hozzászokott hobbi szinten ahhoz, hogy soft nyillal játszik, akkor ha ilyen táblára kell játszani, ugye pont azt hiszem volt valaki, aki azt mondta, hogy kihegyezte a műanyag helyet, tehát inkább ezt javaslom, hogy a tábla ne menjen tönkre. Ilyen betekerhető hegyet be lehet szerezni, hogyha mindenképpen ragaszkodik ahhoz a nyílhoz, amivel amúgy játszik. 60-as jön csak Smith-től. Még mindig nyitott ennek a legnek a kimenetele, és hát a mérkőzése is ezáltal. 100-assal jön Zong. Most is azt mondja, hogy 158, ez kiszálló. Na, egy nagy körrel azért lehetne valamit kezdeni. Ott is megvan a tripla, de kell még egy, hogy biztos legyen, és meg is dobja! 140, azt a minden érkezik Bernie Smith-től. Nyomás alá helyezte a fiatal kínait. Vajon elbírja-e? Itt már nem nagy lesz. Nagy kerekítő jöhet. 18-asra átvált. Nem. Nem, 100. Tehát azt hittem átvált, de kicsit úgy nézett ki, mint a... Na nézzük a tripla 20-at. Ott van. Az megvan. Azt a mindenit tripla innen 18, fejezné, vagy még egy tripla 20. Bedobja, és a dupla 16! 146! Itt a vége! A mindenit milyen befejezni. Kicsit váratlan és gyönyörű. 286-ról 6 nyillal szállt ki az új-zélandi. Hát, Justin Pipe. Nem lesz könnyű dolga, hogyha fokozza még a tempót Bernie Smith, és nem lesznek ilyen legjei, amit így egy kicsit ellazázik, akkor komolyan borsot törhet a angolóra alá. Meglátjuk majd az utolsó meccsen, de hát addig még van két remeknek ígérkező összecsapásunk, és méghozzá Michael Smith, Steve Lennon csata érkezik majd a rövid szünet után. Még a szünet, az első selejtezős mérkőzés után
amelyet ugye Bernie Smith nyert Xiao Chen Zong ellen, tehát a kínai búcsúzott, az új-zélandi pedig játszhat majd még egyet a mai nap során, méghozzá Justin Pyatt lesz az ellenfele, és akkor ugye most már két olyan mérkőzés következik, ami azért talán ad majd egy kis lendületet ennek a mai napnak. Mondom, ugye ez egy tulajdonképpen egyedülálló része az idei világbajnokságnak, hiszen csupa olyan párosítás jött össze erre a napra, itt az utolsó előtti első fordulós napra, amikor a játékosok adott sorsolásában nem találkoztak még egymással, tehát mindenki az első meccsét vívja a másik ellen. Tehát nagyon, hogy mondjam, viszonyítási alapok sem lehet. Rakni lehetnek ezek jó meccsek, lehetnek ezek olyanok is, mint amit most láthattunk. Ez egy selejtezős meccs volt, a kínai nem igazán kapta el a fonalat, és bár 1-2-180-at dobott, de összességében azért az átlaga az nem feltétlenül érte el azt a színvonalat, vagy azt a szintet, amellyel akár egy selejtezős kört is nyerni lehet, úgyhogy hát így alakult a dolog. Reméljük majd, hogy ezért a Michael Smith, vagy éppen Simon Whitlock kicsit felpörgeti az eseményeket. Hát Smith az biztos felpörgeti. Brought to you by the Professional Dance Corporation, live on Sky Sports. And at this time, we welcome the millions of viewers joining us around the world to the magnificent Alexandra Palace, London! Where it's time now to meet the players from Carlo, Ireland. Would you please welcome the winner of two development tours, Steve az első megmérettetés, tehát egymás ellen. Értelemszerűen azért a papírforma mindenképpen Smith sikerét ígéri, hiszen ami a világbajnoki részvételeit illeti, ezért ő nem kezdő, és az előző esztendőben, sőt 2016-ban, 2015 és 2014-ben is a legjobb 16 az megvolt. Két évvel ezelőtt pedig a negyed döntőben egy óriási meccsen 5-4-re Raymond van Barneveltől kapott ki. Szerintem sokan emlékeznek arra a találkozóra, ez nagyon szoros mérkőzés volt. Az utolsó szettben is, az utolsó
legekben is, bocsánat, még azért ott volt a lehetőség, hogy akár ez fordítva történjen. 81-es kezdés Lennontól. Igen, hát Lennon számára ugye ez egy fontos meccs, hiszen életében először játszik a világbajnokságon, és közben Smith. Szép kezdés. Retten egy gyors 180-nal. Na nézzük a negyedik nyilat Smith-től. Ez most egyelőre még alatta. 86 a 180 után. Érdekesség egyébként, hogy Steve Lennon a 2016-os Európa-bajnokságon, a BDO, illetve a VDF, akkor még a BDO színekben, de VDF versenyen az Európa-bajnokságon Hollandiában az ír páros tagjaként játszott Patrikék ellen. 60. A legnagyobb bánatunkra, ha jól emlékszem, akkor az pontos eredményre nem, de sajnos ír siker született. 4-2 közben Patrik kisegít, hogy annyira kaptak ki tőlük, tehát nem egy gyenge kezdőről van szó, annak ellenére, hogy az első világbajnokságát játsza. Lennonnak 60 marad a kezdésében. És most eldobálgatta most a nyilakat. Nézzük, hogy a 20 dupla 20 az mennyire rutin. Ennyire. 1-0. Igen. De ahhoz kérdés, hogy 180-ra kezdett Smith. Na nézzük, hogy folytatja. 180! Hát a legkezdéssel is az baj. Egy, igen. Uff, megint egy elég csúnya szektortévesztés. Viszont a két tripla 19. Az 119-re hozza a kört. Ami egyelőre megmenti a teljesítményét. Már csak egy 180-ra vagyunk a 200-adiktól ezen a tornán. Ez arányaiban, illetve az idő. Hát ezt majd inkább a nap vége fele tudjuk megmondani, mert ugye úgy tudja összesíteni Józsi, hogy múltkor ezek után a napok után hogy álltunk már. De eddig körülbelül tartjuk azt a szintet, ami a tavalyi rekord volt. Hogy egy-két extra nappal megdönthető lesz. Szép, 140, csak nincs kiszálló, miközben Smith már 52-n vár, hogy kiszállhasson, és szektorhibával indít, de hát, na, ő az, akinek gondban van általában a rendező, illetve a spotter, aki váltogatja ugye a kameraképeket, azok általában régebbi darts játékosok, vagy olyanok, akik nagyon sok közvetítésre részt vesznek, és ismerik a játékosokat, ki hova dob, mi a kedvenc kiszállója. Smithnek is megvan az első duplája. Hát ők váltogatják a kameraképeket. A kiszálló táblánál sem mindegy, lehet tudni bizonyos játékosoknak, mik a kedve dupláik, és akkor azok alapján kezelik a kamerákat, úgy váltogatják. Tehát Smithnél lehet kapkodni az újakat és nyomkodni, éppen melyik kameraképet lehessen látni. Közben Lennon, fent hagyta Smith. Kell a 95 Smithnek, hogy egyel ideig tudjon, nem jön. Lennonnak elég kerekítenie ahhoz, hogy kiszállóra tudjon dobni. És meggondolta magát, de rosszul tette. Igen, mert csak 125 az ötösbe.
Viszont most Smith 180-nal, majdnem, de így se rossz. 68 marad. Na nézzük a 125-öt. A 25 megvan, egy tripla, az nincs. És így kiszálló, sincs, ez viszont remek. Dupla 10, kell a 16, és a dupla 10, szép, gyönyörűen csinálta. Ez már az a Michael Smith, akit megszokhattunk ugye általában, azonnal lecsapott az ellenfél hibájára, és a kezdése 180. 180, bocsánat, nem láttam. Ez a 200. a tornán. Így van, már jön is ki a szám. 60. És már a harmadik legjét kezdi el 180-nal Michael Smith. 57. Aztán 57, ugye itt egyelőre itt a probléma, hogy nem tudja hasonló módon folytatni. Lennon első nyila Berna triplában, aztán egy egyes. 81 a dobás, így lemarad egy százassal. 58. És megint nem jön a tripla. És idegesíti magát, mert... Hát ő szokott rajta bosszankodni, de aztán... 60. Visszaáll és dob egy nagyot. Most igazából nincs is oka rá, hogy bosszankodjon, mert Lennon nem veszélyezteti ezt a leget. Ugyanaz. A 180-nal igazából elintézte erre a legre a triplákat, úgy néz ki. 140. Ez a 140 viszont most ad egy löketet Lennonnak. Így már nincs kiszálló, de hol vannak a triplák? Nincs tripla, 60! Na, innen már fejeztek be leget az elmúlt napokban. Most nem fog Lennon csatlakozni hozzájuk. Ez is 60. Na most megvan a tripla. A vezető benne van. És alatta van! Rámozdult, azt hitte be, megy. Már van, amikor dobásnál lehet úgy érezni, hogy meg lesz a dupla, és ilyenkor csalódottan veszi tudomásra a játékos, hogy a dróton van. Kellett volna két dupla. Így viszont megint Smith kezében a lehetőség, hogy hozza az első szettet, és meg is dobja. Csinálja. Ezzel 3-1-re vezet. És ha már szünet, akkor gyorsan a szolgálati közleményeken legyünk túl, hiszen van belőlük bőven. Az első az, hogy ugye ma is van nyereményjátékunk, mint ahogy eddig minden közvetítési napon volt. És a mai naphoz kapcsolódó kérdés, hogy melyik évben játszott BDC egyéni világbajnoki döntőt Simon Whitlock és Phil Taylor. Igazából a kérdés úgy hangzik, hogy egy világbajnoki döntő Simon Whitlock, Phil Taylor ellen, de hát ugye nyilván ez így akkor egyértelműbb már. Egy évszámot kérünk a PDC nyereményjáték@gmail.com e-mail címre küldeni. Nem baj, hogyha név, cím, telefonszám is van a megfejtés mellett, de nem kötelező, az csak megsporol egy e-mail váltást. Illetve ami még nagyon fontos lenne, hogy ne nagyon jelentse senki spamnek a válasz e-maileket, mert már többször fenyegetőzést kaptunk, hogy le lesz tiltva az e-mail cím. Bízunk benne, hogy működni fog továbbra is, és minél több embernek tudunk majd nyereményeket kiosztani. Minden nap kisorsolunk egy darts táblát, egy Phil Taylor erőpróbakönyvet, egy darts magazin 2018-as kiadást, illetve majd főnyereményként egy televíziót, illetve egy dedikált Phil Taylor könyvet. És szintén van egy játék a PDC Hungarian Fanclubnak a Facebook oldalán, ahol egyébként ez a nyereményjáték kérdés is, és az e-mail cím is megtalálható. Ott pedig a 35 000 lájkot, ha eléri az oldal, akkor egy darts tábla lesz kisorsolva, és egy magazin. Tehát hajrá, lehet népszerűsíteni a dartsot, minél több emberhez jusson el. Szerencsére már a sporttelevízió oldalán látjuk, hogy nagyon aktívak a kedves nézők. Úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül minél több emberhez eljuttatni ezt a nagyszerű sportágat, és aki pedig játszani szeretné, kipróbálni magát amatőrként,
annak pedig a január 6-ai dátumot kell megcélozni, amiután túl lesz a Beigli mérgezésen és a pezsgő áradaton. Január 6-án el lehet jönni az Érd Arénába, és a nagy amatőr kupán elindulni. Ez nem kell más tenni, mint beregisztrálni, benevezni a pdcfanclub.hu oldalon, és akkor már is kipróbálhatja magát. Meg hát önmagában az, hogy milyen 1000-1500 ember között versenyezni. Én a visszajelzések alapján mindig csak azt hallom, hogy felejthetetlen élmény a legtöbb embernek, és azért nagyon sokan ott kedvet szoktak kapni egyébként, hogy utána kipróbálják magukat igazolt versenyzőként is. Úgyhogy én csak bíztatni tudok mindenkit. És minden átlaggal érdemes elindulni. Nem kell számolgatni, nem kell foglalkozni az átlagokkal, nem az a lényeg. Hajrá! Kérdést találtál esetleg, ami olyan nagyon foglalkoztatja? A bemelegítéssel kapcsolatban láttam egy kérdést, hogy ez hogy zajlik. Hát van a játékosoknak egy külön terem, egy bemelegítő szoba. Nagyjából a meccsekre érkező játékosok foglalhatják csak el ott a helyet, tehát nem az, hogy mindenki bemehet oda dobálni, hanem akiknek éppen aznap meccse van, azok szoktak bemenni oda melegíteni. És az, hogy hogyan melegítenek, ez teljesen egyénfüggő. Mindenkinek megvan a saját maga bemelegítési rutinja, mire gyakorol bemelegítés alatt, szektorokra, triplákra, duplákra. Igazából nincsen erre egy bevett recept, ezt mindenkinek saját magának kell kidolgoznia, hogy mik azok a folyamatok, amiket gyakorolnia kell verseny előtt, hogy utána az a versenyen gördülékenyen menjen. Kérdeznek sokan Peter Wrightról, ő holnap játszik, ő zárja egyébként az első fordulót. Igen, pont ma maragta ki egy cikket, egy hírt arról, hogy természetesen már nagyon várja ő is, és ugye sokáig kérdéses volt az epeköve miatt, hogy mi a helyzet. Meglátjuk, hogy a felkészülése is sikerült-e. Meg tőled kérdezik, hogy milyen zenére vonulnál be. Én? Igen. Neked van bevonuló zene? Nincsen, hova vonuljak be a nagy szobába? Amíg nem játszom olyan szinten, addig tök fölösleges ezen agyalni. Na! Eszembe jutott már egy-két dal, hogyha egyszer oda jutnék, de... Ja, nem, nincs azzal baj. Hát játszani jobban tudok, mint kommentálni. És közben meglepő módon Michael Smith egy 57-tel kezdett, nem 180-nal, de aztán szép a folytatás. Én továbbra is Wayne Mardell bevonulóját imádom a legjobban, tehát azt visszanézem évente többször is. Archív videókról sajnos már csak. 100-as. Elég sok nyíl ment el az első szedben is félre, de aztán jönnek a korrigálások. Jön. 180! 24-re kerekít Michael Smith. Már a negyedik. Van a mérkőzés, minden négyet ő dobta. 96, nagyon, az igen, nagyon, azt ő is érzi, igen, hogy az nagyon mellé ment. Nem így akarta. Az már nem annyira, de... Már ment volna, hogy kiszedje, és a dupla három sincs meg, hogy Lennonnak odaadja a lehetőséget a 91-nél. Na, egyszerű, de megoldható. 74-re. Nincs meg az 54. Már csak kerekíteni tud. Kellett volna a tripla. Na, de hát itt van most az, hogy ugye egy egyes... És bedobja. Szállózás dönt egyenlőre. Igen, ott a százalékok ugyan nem Smith javára mutatnak, hát Lennonnak csak egy kísérlete volt. Igaz, az sikeres, de Michael Smith meg 9 nyilat eldobott már duplára, és ebből 3 sikeres kiszálló. Inkább az a meghatározó, hogy Michael Smithnek 107,4 az első 9 nyilas átlag, amíg Steve Lennonnak 88 pont, ez ugye azt jelenti, hogy körönként
minimum 20 pontot ráver az első három körben Smith átlagban. Ez egyből azt eredményez, hogy egy tripla hátrány, onnantól kezdve pedig már előbbi kísérlet a duplára. És nem jó köröket produkál Michael Smith, így Lennon kihasználhatja. 125. Harlan is van 100 alatti kiszállón, közben nem jön tripla Smithnek így. Legalább 6 nyila van 91-re Lennonnak, az előbb nem jött ugye ez a kiszálló. Most megvan és dupla 10, bedobja! Egy-egy, másodikben. 100%-os duplára. Darál, 180! Ötödiket dobja már. És adja a reményt a nézőknek, hiszen ott a kis 9-es. 45. 45 jön rá válaszként, ami éles kevés. Bent van a negyedik nyíl. Az ötödik és benne a másikban. Igen. És azt meg kiesik! Így 60. Elképesztő. Mert ha benne marad, akkor... És ez... 180! Lennon is feliratkozik. 183. Jön a 138-on. Kegyetlen darálás zajlik. Lennon is azért partner ebben, nem egy lassú kezű sem. Meg lesz a dupla 12-re kerekítés, megbizony, és az kívülről dobja. 138 lehetett volna így, a kis lehetett volna, igen. Na nézzük a dupla 12-t, szép megdobja, 2-1, 3 nyilas. Százas a kezdés, most nem jön a tripla. 96. 100. Lennontól. Szépen stabilan megy le az ír. És most Smith dobja a triplákat. Hol ide, hol oda. 95. Nagy pályán próbálkozik Smith, tartja a lépést Lennonnal. Ez most így kevés. Ha most jön egy jó kör Smith-től, most még két tripla kellene, de azért a 100 sem lenne rossz, de nincs, csak 60, nem tud élni a lehetőséggel. Kiszállom. Ez megvan, és a tripla 17, az nem jön, de 66-ra még. Majd a tripla 10-re ment, hogy 36 maradjon, de nem jött 56, a maradék 150-re. Smith megvan, a tripla 20, még egy, és a dupla 15. Bedob! 150-es kiszálló. És ez azt jelenti, hogy 2-0. Pici szünet, és jövünk rövidesen a harmadik szettel. Tripla 19, aztán az alatt 96, így Smithnél.
az 180-nal, de gyönyörű. 180! Nem megy le. A hetedik a meccsen. 100. Hát most meglökik azt a rekordszekeret alaposan. Is, 84. Szépen 20-asra kerekít, már hogy 40, de dupla 20 a kiszálló, ez egy 100-as. 123. Kihozhatja a kezdését Lennon. Be is dobja. És ezzel gond, ha eljut oda, akkor az összességében jól dobja a kiszállóit. De még Lennon. A szetnyerés ez egy kicsikét több kell. 45-tel Cass Smith. Ez nem az, amit megszoktunk eddig. Elég meg 3-ból áll, ez a 100-100, csak ugye ez kevés. 14 lehetőség a Smithnek, abból 6-ot bedobott, tehát kétszer annyit, hiába makulátlan kiszállózás, hogyha később kerül oda, mint az ellenfél. Itt pedig a 100, a 140 plusz és a 180-ak, 5-2 a legmagasabb kategória eloszlása, illetve aránya. Elhagyják a triplák Smith, most ír egy 19-es. 96. Nem jön tripla Lennonnak. Lehetőség Smithnek, hogy bebiztosítsa az leget magának. Lent nem jött a tripla 17-es. Majd 180-nal 40-re lekerekít. 180! Gyönyörű! Elveheti, tehát 124-ről kellene megoldania. Ott a tripla 18, és a bull, aki csijön csak. Nem jött a bull. A 25-ös felvillant, ugye ez a 25. világbajnokság PDC berkein belül. És megvan a dupla, ez 2-0-ra vezet Lennon, és ő kezd. Igen. Kicsit új fizimiskával jelent meg Smith, a haja az szinte változatlan, de ennyi arcszőrzettel még nem nagyon versenyzett, legalábbis nem láttuk. És az utolsóval jön a tripla, így kiegyenlít. Kicsit több kell, mert Lennon most szépen játszik. 140! Játszik olyan szinten, hogy egyébként ezt a szettet abszolút megérdemelten vinni el. Elég közel is van hozva. Igen. Nagyon szép a 80%-os kiszáll, azért most már 5-ből 4. Az már nem egy rossz átlag, és itt... És nézd meg az átlagát, átlagokat. A 110-hez közelít. Igen. 84. Mind a közel 89, 85-höz azért ez nem rossz. 180 közben Smith. Azon a 90-re. Neki, és már összesen 9 a meccsen. Lehet, hogy nem akar több szettet játszani. Hát ez egy kicsit késő. Megvan a tripla és a dupla. Az előbb az nagyon jött neki. Most viszont nem. 102. Itt is kell egy tripla, ezt megdobja, a sima 10, és a dupla 16, az sincs. Visszaadja a lehetőséget Smithnek. Azt sima 10-es lett, igen, de nem száll ki, nem száll ki. Mégiscsak úgy alakul, hogy Lennon kezébe kerül. Dupla 8. Lehetőség, na. Le, kívülről. És a belülről. Na hát most. 3 nyílból a szettért. Ez nagy hiba volt. 1, dupla 2. Dupla 1. Tedzs meg! Úgy, most elidőznek egy kicsit. És ma inkább úgy érzem, hogy játszani akar még egy kicsit Smith. Mert ugye a formával lendüléshez nem áll. Igen. Csak aztán nehogy fordítva, vagy rosszul süljön el, mint hogy az esetek
több esetben is ez történt itt az első napokban. A Lennon meg nem karózik, hogy befejezze ezt a cinikus mosoly Smith arcát. Dupla egy, dupla egy. És alulról. Ugye itt megvan az a lehetősége, hogy ez az úgynevezett besokalás. Lennon. És adja a közönség a lálovat. Próbál segíteni. Bedobja. 3-0-2-1. Hát ez azért kijárt Lennonnak ez a szett. Kacsintott is egyet rá Michael Smith, hogy ez a tied volt, barátom, amúgy is. Sors is úgy akarta. Most meg majd dobok egy... 180! Bizony, ki kezdi. Ahogy megjött a hangja az Alexander Palace közönségének. 100-as a válasz. Nézzük, folytatja Smith. Valamint a tripla gyártás, de az csak egy van. Már is 130-ra ment le Smith. 140. Kiszálló van Lennon is. Ott a tripla bull. Megint alatta a bullnak. Csattant egy kicsit, 65-öt tudott dobni, 100 alá bekacsint, de még kell a tripla majd, de így már rá sem fog dobni. Hozza Smith a kezdését. Lennon kezdése egy tripla, meg még egy tripla, 140. Folytatás Lennontól. Kicsit még rá kell tenni egy lapáttal Steve Lennonnak, hogyha a meccsben szeretne maradni. Ez nagyon jó, még egy tripla kéne a kiszállóhoz. Nem jön. Szép a vége. És a végére jön a tripla Smithnél, ahogy a bull jött Lennonnak, és így mind a ketten kiszállon. Steve Lennon egy triplás. Ott is van a 13-as kell neki, és a dupla 20. Húzja alá, messze van, igen. 110. Ott is kell a tripla. Meg is van. Ott is megvan. 10. Dupla 20 nem jön. És aládobja, nem annyira, de mint Lennon, de ez is csak 20 pontot ér, nem 40-et. Dupla 10 csata, dupla 5. Nem jön, és a második, az sem a második jön. Kísérlet sem jött. Ennyi dupla lehetőség. Nézzük Smith-t, most éle vele. Az előzőlegben nem tudott. Dupla 10 kívülről, még egyszer kívülről, belülről. Pontosabban megdobja. Igen. 2-0 a győzelemért kezd Mark Smith, és a továbbjutásért. De nem lehet csak úgy elhaigálni ezeket a nyilakat. Hát ez csak úgy látszik. A Smithnek a stílusa nagyon megtévesztő, mert tényleg úgy néz ki, mintha csak haigálna. Persze, tudom, csak tényleg megtévesztő tud lenni. Van, amikor tényleg haigáld, akkor látszik, hogy oda se figyel. Oh,
az, aki Gary Andersonnak a pártfogoltja, sokat edzenek együtt. Ez nem tudom, hogy ez még most is jellemző, de az elmúlt évekre az volt. 140 közben letolta. Csak hát ugye Lennon is dobja a triplát. 100. Milyen kiszálló következik. Az azért kellene egy tripla minimum, most már... Nem. 9, 156, 201-ről egy tripla Lennon zsákjában. Ez 105, így. És 96-ja marad, tripla 20 kellett volna, nincs kiszállózás. Lennon még mentheti a helyzetet, most kiszáll. 108-on megy Smith. Kell a tripla, vagy két dupla. Attól függ, melyiket választja, triplát. Ha jól látom, benne van dupla, 8. Na nézzük ezt a... Ugye itt kell a tripla, de ez azért az esetek többségében meg szokott lenni. Igen, az gyönyörű lett volna a tripla. 17, sima 17. 40-en marad, de hát a 16-os. És a dupla 8, bedobja. De bizony. És ez break. Mert is Lennon kezd. Nem tudta tehát hozni az első lehetőségét, Smith. A 89-es átlagon. Oda néz, milyen kezdés Lennontól. 140. Most már azért 19 nyilat eldobott Lennon is a kiszállóra, igaz 31%-os hatékonysággal. Smith meg csak 27%-kal, 30 kísérlettel. Gyönyörű. 180! Gyorsan egyenlítés lehet ebben a szetben. 85! 100-as, hát itt már eldőlni látszik ez a leg. Smithnek mindenképp a döntő legre kell koncentrálnia. Dupla 10, bedobja. Meg is dobja. Kettő. Hát itt most a győzelem, mármint hogy a meccs véget érése vagy folytatása a tét. És azt, hogy a 2-2, akkor az... Onnantól kezdve megint az gondolom, hogy... 60-nak kezd csak Smith. Visszaállhat a dolog. Nézzük, hogy Lennon hogy folytatja, egy 16 és egy 12 nyilas eddig. Ebben a szedben Steve Lennontól. Ez jobb. És 2-0-ra vezetett Smith. Hol vannak a triplák? 96. Nem jön a tripla Lennonnak sem. 60. Ez most kulcshelyzet. 99, két triplával beelőzheti Lennon. Megvan az első. Megvan a második is. 180! Kiszálló van Steve Lennon. 12. a meccsen. És ebből hetet dobott Smith, kezd feljönni, Lennon már az ötödiket dobja. 161, 6 nyila van 161-re. Kicsit szétesett Mark Smith most. 96-ra megy le. Most egy 140-180 nagyot lendítene a szekerén. Le kell váltani, nem jön a tripla. 58-130 marad. Bajban van most Smith. De már igen, nem csak rajta múlik. Sima. Nincs meg a tripla. Oda a lehetőség, de hát... És nem tudom, mennyire kockázatos most. Hát muszáj rámenni a... De nincsen. Hull lehet a vége, de nem jön. Óha! Sikerül 45-től dobja. Lehet, hogy döntő szett lesz, sőt... Lennon mostani formáját nézve szinte biztos, és meg is dobja. 0-2-ről Lennon egyenlít.
És már hogy megnyeri a leget, bocsánat, és egyenli. Igen. Bizony. 2-2. Fifth and final set, first leg, Steve to throw first. Game on. És Lennon kezd. Eljavult Lennon játéka. A 91,7 átlag. 180! Ha most megjön. Nem érti, hát hogy van ez? 13. a meccsen. Az utolsó, a harmadik és a negyedik szedben 13-14 nyílt, 12 nyílt. Bent van a negyedik nyílt. Lennon. Az alul van a kutya fáját neki. És aztán itt nincs is százas a kör értéke. Smith átlaga egyébként 88,5, tehát visszaesett, és a kiszállózása egyébként, ami nagyon gyatra, 26%, az ő szintjükön ez nem túl jó. 140, ezt most nagyon könnyedé hozza, 84-en, de Lennon 121-ről kiszállhat. Még mindig ja, megvan 51, a lehetőség. Vissza 20-asra, megvan, 24 marad. Smithhez ugyanehhez kell, Smithnek kell a tripla 20, megvan, és a 24 is. A most lőbrékel, elveszi Lennon kezdését. Igen, ez nagyon kellett neki, egy 11 nyilas leg. Egészen parádés kezdés, és utána folytatás. 180! Megvan a 14. is a meccsen. Tolják rendesen. Három nyert szettes meccsen, ritka ilyen sok 180. 140 se rossz. Negyedik nyíl, bent van. Hármat dobott. Ötödik nyíl, bent van. Hatodik nyíl is bent van. A 15. Egy kör. Na nézzük. Megjött a gonosz. Az meg. Az ördög. Bekopogott az maga ajtón. Ilyenkor meg gyorsan túl kell ezen lépni, és arra figyelni, hogy jött a nyakunkon az ellenfél, és 96-ról ki kell szállni a Smithnek. Különben fabatkát sem ér a break, és nem oldja meg. De Lennonnak most itt a lehetőség visszavenni a kezdeményezést Smithtől. Kell az 51 megint. Az megvan, és a bull! Nem sokkal ment alá. És megdobja. 2-0. Lennon a teher és a súly. És a nagyobb része. Mert azt kéne végrehajtania. Most visszafordítja a meccset, de ugye ez döntő szett. Tehát itt, ha visszajön 2-2-re Lennon, akkor két tiszta leggel kell nyerni. Két leggel, különbséggel kell nyerni. Egészen 5-5-ig, ahol egy hirtelen halál lehet. De hát meglátjuk, hogy eljutunk-e odáig. Szép, 140 Lennontól. Szép, 136. Kellett volna két tripla, hogy kiszállóra kerüljön Lennon. Így viszont Smith előtt a lehetőség, hogy ezt is elvegye, ezt a leget. 105, kiszálló van, 170. Most jön a tripla. Steve meg még egy tripla. 180! A hatodik neki. A 16. a meccsen. 170-ről kellett volna a tripla, meg a második megvan, ez gyönyörű, 140! És ez a 30-ra megy le bizony. A dupla 15-öt már dobálta. A és a dupla 10, 45-öt a megdobja! 2-1! És hát Smithnek ez a fontosabb leg, amit ő kezd. Most kell nagyot produkálni. Jó! Szép, 131! Na Lennonnak mi a válasza?
erre a jó kezdésre. Két tripla neki is kell. Ú, az messze van. És leváltásból jön. Megint a leváltás, a tripla 19 jó. Még egyszer jó. 236-ra lemegy, két kör alatt már. Kell a 180 most már Lennonnak. 140, nem rossz ez sem, de még mindig egy kis hátránya van, nem csak a kezdés, hanem pont is. És hol a tripla? Ott a tripla. A tripla 140 marad, 264-re. Ó, jaj, ez így nem túl jó, mert 98-an nincs kiszállón, 166 pont. 141. 100-as, mint megmarad hát a dupla 20. Biztos van 3 nyila Michael Smithnek a mérkőzésért, ugye itt 3-1-el már el lehet vinni a döntőszettet. De ahhoz dobni kell a 20-as. Végén nem jön tripla. Dupla 10! Bedobja! Hát ez egy nehéz menet volt, de nincs újabb csillaghullás, még akkor is, hogyha... Ha esetleg ez egy darabig, még akár a látótávolságon belőle is került, Smith hozza a kvázi kötelezőjét. Magasabb átlaggal is jobb kiszállózás. Talán eldönt egy fajta falat majd a folytatást illetően, hiszen azért Smithnek elég sokan drukkolnak ezen a világbajnokságon. Hát kérem szépen, egy izgalmas csatán túl vagyunk, és gyaníthatóan izgalmas csata lesz majd a következő is, hisz Simon Whitlock és Martin Schindler. Igen, egy újabb parti a következő német fiatal jön, veszélyes a szünet után. Hát az biztos egyébként, hogy Smithnek azért jobban kell majd koncentrálnia, hiszen ugye cross lesz az ellenfele. Így van. És aztán, ha ott tovább megy, az se lesz menet. Egyszerű, mert ugye ott meg még akár Derek Gurney is az útjába Otosan, kerülhet. Hát itt valaki már látolgatta, hogy milyen esélyei vannak Smithnek. Nekem az a véleményem, hogyha ezt a játékot hozza, amit most dobott, akkor Rob Grosso is meg fog ülni már a baja a 32 között. Mert Rob Cross a 20. helye, világranglistás 20. helye ellenére bomba formában van, és már a világbajnokságon is bemutatta, ugye Seigo Asadát 104-es átlaggal búcsúztatta, és nem nagyon szokott megijedni a nagyobb nevektől sem, tehát még azt sem mondhatnám, hogy a japán úriembert lenézte volna, vagy bármi, és azért agyonverte, hanem egyszer most ezen a szinten tud játszani Rob Cross, és ez jóval magasabb szinten van, mint jelenleg Michael Smithnek a játéka, úgyhogy ezen emelnie kell egy szintet. Meglátjuk, hogy sikerült. Martin Schindlert láthatjuk, aki majd most Simon Whitlockkal fog összecsapni. Itt az esélyek azok ugye a jelenlegi forma alapján hogy néznek ki? A bajom, hogy Whitlock mindig egy nagy kérdőjellel jön számomra fel a színpad, nem tudni, hogy milyen játékot fog produkálni. Szenzációs játékos egyébként Simon Whitlock, nagyon népszerű is, de Martin Schindler egyre többet, egyre jobban edződik a PDC színpadához, egyre többet játszik meccseket. A World Cup of Darts-os a német csapat tagjaként elég komoly játékerőt mutatott. Én a saját tehát innen most azt mondom, hogy Schindlernek nagyon jó esélye van, hogyha azt a játékot tudja hozni, ami az ő legjobbja, ahhoz, hogy búcsúztassa Whitlockot. Ám de hogyha Simon Whitlock azt az arcát mutatja, amit nagyon sokan szeretünk és nagyon sokat láttunk már tőle, akkor azért én egy szoros győzelmet is tudok jósolni Whitlock felé. Hát ki tudja majd, hogy melyik Whitlockot látjuk. Azt, aki
közel 100-as átlagot tud dobni magabiztos kiszállókkal, vagy pedig a kicsit bizonytalankodó Simon Whitlockot. Ha ad esélyt Whitlock, akkor a német ki fogja használni. Ezt azért tegnap láttuk ugye Adrien Lewis esetében. Ha sok a hiba, akkor ezek a játékosok már megpróbálják megragadni ezt az alkalmat, hogy tovább menjek. Nagyon sokat számít egyébként egy ilyen játékosnak, akár tegnap Kevin Mink vagy Martin Schindlert veszük, hogy mennyit tud ezen a világbajnokságon kiadni magából, mit tud bemutatni magából a világnak. És itt kanyarodjunk egy picit vissza, még a közvetítés elején beszélgettünk erről a Super League versenyekről. Szóval a PDC-nél működik több helyen is egy Super League versenysorozat. Régen volt a Kelet-Európai egy pár évvel ezelőtt, még ugye tavaly már nem rendezték meg. Akkor még az osztrákokkal együtt játszottunk mi magyarok, és az én véleményem az, hogy látványos eredménye van annak a sorozatnak. Évente 4-5-ször játszanak ezek a játékosok egymással. 16 remek játékos Németországban van egy a Super League versenysorozat egyébként, ahonnan ugye Schindler kvalifikálta magát, és ez akkora lehetőség ezeknek a játékosoknak, hogy fejlődjenek, hogy ennek az eredménye most már látszik az évek alatt. Tehát Zorán Lerbacher is onnan húzta föl magát abból a mezőnyből, Menzurról már nem is beszélve, aki ugye az utolsó két évében már nem is kapott ki ott a Super League versenysorozatban sem, és szinte preszt is csinált abból, hogy ne kapjon ki, pedig azért ott nagyon kiváló játékosok voltak mind Ausztriában, mind Magyarországon, mind Horvátországból, csehektől is, tehát szenzációs meccseket láthattunk ott élőben. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít. Szerintem, ha, és remélem, hogy ezt majd sikerül tető alá hozni, a Kelet-Európában is meg tudnánk honosítani ezt a fajta rendszert, akkor ez nagyon sokat számítana, hogy mondjuk csak 3-4 országot megemlítsek, a lengyel, a cseh, a magyar játékosok, a szerbek, esetleg a Romániából a kiemelkedőbb játékosok, ha ők mondjuk egy évben 4-5-ször tudnának játszani egymással, és ugye megfelelő motiváció is meg lenne mondjuk egy világbajnoki szerepléssel, mert mondjuk nem egy versenyen dőlne el a VB-nek a szabad kártyája Kelet-Európában, hanem egy ilyen versenysorozattal, akkor meg lenne a megfelelő motiváció is a játékosok számára. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy út, amit a jövőben meg kell lépni. Dolgozunk rajta, remélem, hogy sikerül hamar tető alá hozni, és akkor talán magyar játékosok közül is sikerül majd egyre többnek kijutni a világbajnokságra. Mert azért én azt gondolom, hogy játékerőben nem maradunk el nagyon ettől a színvonaltól, inkább a lehetőségeink azok, amik általában szűkösebbek, tehát kevesebb lehetőség van ilyen versenysorozatokra kijárni, hát ezen majd javíthatna egy ilyen kvalifikációs torna. Közben látom, te is megtaláltad azt a videót, amit megosztottak a sporttelevízió oldalán. Egy srác 3 éven keresztül épített egy olyan szerkezetet, amivel nem lehet a dárztábla mellé dobni, mert követi a 6 darab infrakamerával leköveti a nyilat a rendszer, és a táblát egy ilyen plexi elemen keresztül oda mozgatja, ahova a nyíl érkezik, tehát nem lehet mellé dobni. Hát ez poénnak jó, én 3 évet biztos nem áldoztam volna rá az életemből, hogy egy ilyen élvezhetetlen dolgot kitaláljak, mert hát ebben semmi élvezetes nincs, egy gép viszi oda a táblát, ahova én dobom a nyilat, de nyilván ez, erről megosztanak a vélemények. Ő nagyon jó ötletnek találja. Kuriózumnak, meg elektronikai fejlesztésnek nem utolsó szerintem, hogy ezt hogy hozta össze. Van Whitlock, beharangoznak most az ausztrál versenyző, hogy aki kamionsofőrből lett profi darts játékos. Thank you, ladies and gentlemen, welcome back to the first round action of the William Hill World Darts Championship, brought to you by the Professional Darts Corporation, live on Sky Sports. At this time, we welcome the millions of viewers that are joining us from around the world to the magnificent Alexander Palace, London!
to meet the players. Ladies and gentlemen, from Germany, a winner of a development tour and a member of Germany's World Cup team, ladies and gentlemen, the Wall, Martin Schindler! Simon Whitlock abban az elitbe tartozik, amelyben csak olyan játékos van, aki a PDC keretein belül játszott már világbajnoki döntőt 2010-ben, és döntős volt, hogy a BDO-ban is két évvel korábban a csúcsra nem sikerült felérni, tehát nyernie még nem sikerült, legalábbis világbajnokságot. A PDC is keretein belül ugye neki egy nagy győzelme van, az a bizonyos 2012-es Európa bajnoki cím. A World Grand Prix játszott döntőt, de eljutott a negyed döntői kétszer is a Grand Slam of Darts-on, a World Match Play-en kétszer elődöntős volt, csak úgy, mint a Players Championship Finals sorozatban, és van idén egy UK Open negyed döntője, ami azért azt sejteti, hogy ezt az esztendőt sem engedte el az ausztrál. Hát nyilván ő azért nincs könnyű helyzetben abban a szempontból, hogy azért neki ugye elég sok időt kell itt töltenie, az, hogy azért ezek az eredmények megvegyenek, és ezzel együtt az a tizedik hely a világranglistán, ami feljogosított őt, hogy annyi jogon itt legyen. Whitlock kezd tehát, de nem lesz könnyű dolga, mert ez az ifjú titán, az ifjú német, 96-ban született Martin Schindler is kiváló játékos. Igen, és most már azok után, hogy korábban megnyert a Development Tour sorozatot, ami ugye a 16 és 23 év közötti dárcosoknak van kiírva, ugye most még csak 21 éves, tehát mindig részt vett rajta. Most a Pro Tour listáról sikerült már beverekednie magát a világbajnokság mezőnyébe. Whitlock esetében egyébként nagy a gyanúm, hogy ő azért túlnyomó részt Európában tölti az idejét, hiszen neki vannak kötődései Németországhoz. Magánéletében annyira nem spájkáltam, de ugye Stefani Lücke, egy német dárcossal élt nagyon sokáig, tudomásom szerint
nincsenek már együtt, de ezért aztán ő könnyen meg tudta vetni a lábát itt Európában, és azért Németországból mondjuk átjárni Angliába versenyekre, vagy akár itt a European Tour fordulókra. Ez egy kicsit már egyszerűbb kategória, mint Ausztráliából. És ahhoz, hogy valaki megőrizze a világranglistán ezt az előkelő helyet, ahol most Whitlock van a 10. helyen, egyébként nem is nagyon tud úgymond haza költözni, hiszen onnan eljárkálni azon kívül, hogy rendkívül költséges, időigényes, folyamatosan megküzdeni a jetlaggel, én azt gondolom, hogy az nem egy bölcs dolog, úgyhogy ő inkább itt tölti Nagy-Britanniában, illetve Németországban az ideje nagy részét az évnek. Egy tripla. És 90. Ez jelenti, hogy kicsit lejjebb torrázza magát. 52. Schindlernek jön a 167-re az első tripla. Ez nagyon aláállás, az nem. És aztán ráadásul egy egyes. Közben azt látom, hogy Martin Schindler a korábbi Reflex hegyes nyiláról váltott, és kiszáll Whitlock az első legben. Korábban játszott egy olyan nyillal, aminek ugyan a Reflex hegye van, mint Zoran Lerbachernél láthattuk. Ez kicsit így rezeg, ugye sokkal vékonyabb a hegy, de a Schindler visszaváltotta teljesen hagyományos hegyű nyilára. Szép a leváltás Whitlocktól, és megvan a másik tripla, 19-es is itt tartja a lépés Schindlerrel. Az benn van, 140. Kellemetlen helyen volt kamera szempontból a nyíl. Két tripla 20. 160. Nem ment rá, nem ment rá. Nagyon jól tett egyébként, mert nem volt kiszállón Whitlock, így nem kockáztatott azzal, hogy még majd kerekítenie kelljen. Lerakta magát 28 pontra, és egyenlíthet Schindler az első szedben. Egyenlít is dobja első nyíra. Szép 13 nyilas leget dobott. Mind a ketten 100%-osan kiszállóznak, de hát még sokat nem dobtak el persze. 140 levezette. Igen, 140 lett. Sietni kellett, szaladt, billeget, az utolsó nyíl, az első a meccsen, 16-ot dobtak az előző találkozón Smith-ék. Ez ilyen szempontból egy termékeny parti volt. Tanulmány, ugye azt mindig megkapjuk ezt a vágóképet, hogy a játékosok hogy engedik el a nyilat. Szinte egyetlen egységesség van benne, hogy kinyújtják a kezüket, itt pedig egy kis beállás.
Közben itt Molnár Laci barátunk kisegít engem, hogy még a november 6-ai PDC Youth világbajnokságon, ami Vigenben volt, ott még a Reflex hegyű nyíllal dobott Schindler, tehát ez egy elég friss váltás itt a világbajnokság előtt. Döntött úgy, hogy leváltja azt a hegyet, és közben a dupla 20-ra nem kell aggódni a Whitlocknak, mert Schindler nincs kiszálló. De ezek a nyílváltások eddig nagyon jöttek be. Húha! Közben jött egy nagyon szellemes hozzászólás, hogy remélem Whitlock nincsen Schindler listáján. Ezek szerint az úr Whitlocknak szurkol. És 2-1-re vezet az ausztrál. Szép. Az igen. Dányi Gergőtől kaptunk szintén egy kérdést, hogy a statisztikás képek, amik a PDC fanklub oldalán vannak, azok honnan vannak leszedve? Hát azt mi gyártjuk, illetve egész pontosan Bata Józsi gyártja azokat a statisztikákat, tehát ez saját termék, sehonnan nem szedjük le. Ők azok a háttérben dolgozók, ugye most éppen Kovács Patrik, Bata Józsi és Medi dolgozik a háttérben, és segít nekünk itt a közvetítésben, hogy minél több adattal tudjunk szolgálni, és a kérdésekre válaszolni. Tehát ez abszolút saját gyártmány. 83. De 94-es átlagon van Schindler, bocsánat, közben, hogy már rá is néztem, és 91-esen Whitlock, tehát kicsit jobban áll Schindler átlagban, de a mérkőzés egyelőre Whitlock javára áll. Kicsit döcögős is ebből kifolyólag, de előbb-utóbb majd csak lendületét veszi. 43. Hiha, 170. Jó esély van az egyenlítésre, megint nem kell rádobni elvileg, de... De egy jó kerekítéssel meg lehet egy még egy kedvező 19, kiszálló. 36 maradt, 6, meg is, és meg is dobja. Gyönyörű. Ezt most el kell engedni ezt a leget valószínűleg Whitlocknak, és a döntő legre koncentrálni. Ha csak nem hibázik Schindler kiszállóra. Már pedig nem dobja a dupla 9-et. Egy tripla. Alá megy, nincs kiszállózási lehetőség, ez befejezés. 60. Egy szektor, de két nyíl. Most mind a kettőt fel kell használnia. Egyes és a dupla 4-es. Így aztán Whitlock kezében a lehetőség egy váratlan helyzetben, hogy magához ragadja az első szettet. Dupla 10 kell hozzá, bedobja. És megdobja Whitlock. 1-0. Schindler hibáját kihasználja, nem is elsőre. De ez ugye voltak érdén tekintet, mert szinte már törvényszerű. Sokan kérdeznek ugye a Premier League mezőnyének az összetételéről. Hát, helyezzük képbe a kedves nézőket. Jó. Annyit tudunk mondani, hogy ez csak a világbajnokság után lesz. Hivatalos. Hiszen, hát igen, hivatalos is. Mert ugye a VB után szokták kijelölni azt a 10 játékost, aki részt vesz a Premier League adott évi versenysorozatában. Tehát ahogy befejeződik a világbajnokság, átrendezik a világranglistát, hiszen ott a VB-n nyert pénzdíjakkal módosulni fog mindenkinek a most értéke, és utána az első 4 helyezett az automatikusan. És ugye most viszonylag kicsértem az aktuális ranglista, de azért ugye azzal, hogy nagyon sok kavarodni egy kicsit. Nagyon sok olyan versenyző esett ki már az első fordulóban, akik azért ugye kiemeltek voltak, tehát ez ugye azt feltételez, hogy a világon isten elől található, úgy az első felében, így azért így egész biztosan át fog rendeződni. Tehát
Hát Premier League mezőny, az majd a világbajnokság után. Önmagában Daryl Gurney már az kategória, tehát Mensur Sujovic, aki valószínűleg be fog kerülni a ugye Van Gerwen, Premier Liga. Peter igen. Wright, Gary Anderson. Itt nagy váltás nem lesz. Szerintem, mert előre 300 000 fonttal különbség. Vezet Gary Anderson, Daryl Gurney előtt a harmadik és a negyedik hely. Hát, ja, és onnantól szoros egy kicsit igen. Egyébként a ranglista. Taylor is kiesik, ugye? A tavalyi évből Véd és Csisznál is ki fog potyogni. Igen, mert a Taylorról kérdezték, hogy esetleg a Premier League-ben indul-e még? Már nem. Tehát ez az utolsó fellépése. Így van. Phil Taylornak. Én azért Adrian Lewis-t annak ellen, hogy kipottyant az első kanyarban, esélyesnek látom, hogy be fogják rakni továbbra is. Barneyt biztos, hogy nem fogják kihagyni. És ugye Whitlock most ott van a tizedik helyen. Ugye Véd nem fog előrébb lépni. Kérdés, hogy mondjuk Gervin Price hogy szerepel a világbajnokságon? Rob Cross hogy szerepel a világbajnokságon? Marcus Smith hogy szerepel majd így a világbajnokságon? Van. Ezek a játékosok, ugye mondjuk azt gondolom, hogy Gervin Price például a Velszi helyszín miatt érdekes lehet. Ugye a skótok letudva Andersonnal és Wright-tal. Ne felejtsük el, hogy lesz egy német forduló. Így van. Hát ott azt Menzurnak a pályája, tehát oda német szerintem nem fog bekerülni. Hát most ha csak Kevin Müch meg nem nyeri a világbajnokságot, amire azért komoly esélyt nem látok. De mindenképpen esélyesnek látom azt is, hogy valakit így a népszerűsítési hát adjanak Rain Bantingot például. Így van, így van. Úgyhogy ezeket a játékosokat látom én esélyesnek a Premier Ligába kerülni, de hogy ki lesz az, azt majd a BBC fogja eldönteni a szabadkártyásokat. Mondom, az automatikus bejut az az első négy. Onnantól jön a fejtörő a BBC vezetőinek, illetve a szponzoroknak, a Sky Sportsnak. A tanakodása, a megbeszélése, és hogy ki az, aki a legjobban népszerűsíti a sportágat. Ez egy meghívásos verseny, nem számít bele a világranglistába, ez inkább a népszerűsítésről szól, hiszen 10-12 ezeres arénákban lépnek föl a játékosok, hatalmas népszerűsítésnek kitéve a sportágat, mert hát ez a hangulat is szenzációs, de azért amikor 10-12 ezer ember örjön, énekel, az még megdobja egy lapáttal ezt a fantasztikus atmoszférát, amit itt az Ellie Pelliben már oly sokszor megtapasztaltunk. Hát nagyon szépen kiengedte a kezéből Martin Schindler a lehetőséget. Nem is a szett győzelemhez, de az egyenlítéshez dobott. És most Schindler kezd. De szépen kihasználta Whitlock. Így 1-0-ra vezet. Itt még nem verdesi az egeket az átlag. Egyiküknél sem. 86 és 88 pont. Schindleré magasabb egyébként, de ott a kiszállózással komoly probléma van. Szerintem 17%-osan, míg Whitlock 50%-kal. 6 kísérletből 3 kiszálló. Nézzük, hogy a második szedben hogy alakul a mérkőzés. Jön a tripla szépen Schindlernek. 180! Szép a tripla. Még egy kellett volna, hogy dupla 10-re maradjon. Így viszont egy nagy szektor 20-assal 40-re leteszi magát, és biztosan rá fog dobni, a Whitlock nincs kiszállón. És most sincs kiszállón, tehát még mindig 6 nyila van. Dupla 10. Navi. Megvan a dupla 10. Ezzel 1-0 a Schindler javára.
Whitlock kezdése egy tripla, meg még egy. 140. Százas. A 140 a válasz. Nem jönnek a triplák most Schindlernek. Whitlock szépen kezdi ezt a kört, és 180! Megdobja. A harmadik kör után 47 pontja van, 11 nyilas lehet. Miközben Schindler éppen lemegy 300 alá. Megvan a 15, dupla 16. Első nyíl a 11 nyilas leg. Simon Whitlocktól eddig 17 nyilas volt a legjobb legje, úgyhogy nagyot javított. Ebben a szedben egy kicsit emeltek a szinten, hiszen Schindler egy 15 nyilassal kezdett, Whitlock pedig egy 11 nyilassal folytatta. Ez 91 pont. Most is jön egy tripla. Ezek nagyon gyenge körök kezdésből lesz. Whitlock töri meg a csendet, ez igen, jó. Most nagyon 140. Igen. Már kiszállón van hátsó pályáról. Tripla Schindlernek nem jön, nincs kiszállón. 161-re nézzük Whitlockot a negyedik körben. Dob egy tripla 19. Lesz-e még egy négy körös, 54 kellett volna, nem jön. 93 ponttal. Most nagyon fontos volt ez a tripla, 140. Szép! Schindler szülei. Még mindig megvan a lehetőség a 16 dupla 16-tal. Dobja meg! Dobja meg! Na, így meg lehet még a vezetés Martin Schindlernek. Dobja a simát, és a duplára két lehetőség. Az alatta a dupla 10 jön. Az megdobja. 2-1. Nagy az öröm. Nézzük, hogy sikerül-e esetleg hátsó pályáról meglepnie Whitlockot. Így nem jön a tripla, így nehéz lesz. ...140-nel próbál nyomást helyezni Schindlerre, így jó eséllyel egyenlítés lehet ebből a legből. Szép, ott is jön a 140. Szóval most nem jött tripla Whitlocknak. Kérdezik tőle, mióta a darts világbajnokság, a PDC elődje, a World Darts Council rendezte meg ebnél a szervezetnél az első világbajnokságot. 96.
Ez 94-ben. Nem, az ja, igen, bocsánat, ez 96 igen. volt, így aztán 110 Whitlock, és most... Nagy 24-re lehet kerekíteni. 180! Az igen! Kiállt belőle. Negyedik a meccsen, viszont ott a tripla 19, 17 és a dupla 18, nincs belül. Belül. Valójában az első VB-t a BDO Berkein belül 1978-ban rendezték meg. Tehát azóta rendeznek VB-t minden évben. És Schindlernek ott a break lehetősége. Még egy. Nem dobja meg! Nem dobja be. Ez hiba. Pontosabban, ez egyszer. Nem megengedhető. Itt lak. És bedobja a harmadikkal, 2-2. Igaz, Martin fog kezdeni. Szóval 94 óta párhuzamosan rendezik ugye a két szervezet a maga világbajnokságát, amikor szétvált a két tábor. 93-as kezdés Schindlertől. 58. Tripla, Whitlocknak most, de csak egy százas. Szép, 134-jel bent van, 200 alatt Schindler, még nincs kiszállón, de jó nagy előnye van. Kell a két tripla, most már csak kettő, mert három kellett volna Whitlocknak. Nézzük, 174-re milyen kerekítőt dob. Igen, és akkor a tripla 18, az is megvan, 40 marad, gyönyörű. Hát Whitlock bajban, mert hogy itt az egyenlítés küszöbén Schindler, ha csak 140. Viszont örülünk neki, mert egy izgalmas meccs lehet belőle, ha most kiegyenlít Schindler szettek arányában is. És kiegyenlít. Neki a dupla 10, az nagyon jól jön neki. 1-1 az állás. Német szurkolók önkívületi állapotban. Már-már Oktoberfest hangulatban, még az még kicsit arrébb van. 1-1-ről folytatódik majd, kicsi szünet után. Schindler szépen be is megy. Illetve el is vonul arra erre, olyankor egy kicsit magába szállhat az ember, illetve a játékos. Hát Whitlock nem brillírozik, maradjunk annyiban, ugye? És azért ez jó néhányszor beigazolódott, hiszen a darts legfontosabb eseményén is igaz az a tétel, hogy egy-egy játékos esetében egy nyitó mérkőzés az olyan komoly nehézségeket tud okozni, időnként végzetes, tehát hogy Dave Chisna, vagy James Wade, vagy éppen tegnap Adrian Lewis járt, hogy aztán a teljes igény nélkül, hogy a többieket ne is említsük, akik a kiesés sorsára jutottak kiemeltként, de talán 9 kiemelt búcsúzott már. Hát igen, búcsúzott ugye Bunting is a kiemeltek közül, Joe Cullen, Jelle Webster. Szép lista. Lehet mondani, hogy ebből is egy külön ligát lehetne összerakni azok a játékosokban, akik kiestek. Miért nincs vigaszák? Nagyon komoly. Hát, mert ez nem erről szól. Egyébként önmagában nem rossz a játék. Persze nyilván a igazán szemkápráztató az a 100 körüli átlag. Ilyen 92-93 pont körül vagyunk, 40%-os kiszállóval. Úgyhogy olyan nagy baj nincsen. Schindler szépen játszik, és gyönyörűen egyenlített. Azért az első, igen, közben kaptam a pontos információt, hogy 10 kiemelt esett ki. Szóval nem rossz ez a meccs, és ez az, amiről beszéltünk a
az elején, hogy Schindler meg tudja lepni Whitlockot, hogyha nem fog extrát nyújtani, hanem ez a 90-95 közötti átlagon azért Schindler is szépen tudja a legeket összeszedni, hogy még bármi lehet ebből, természetesen, és annak az ellenkezője is. De hogy egy kicsit beszéljünk akkor, mert lehet, hogy még vannak, akik nem hallottak, hogy ma is van nyereményjáték, természetesen. És a nyereményjátékunk kérdése az, hogy az éppen most játszó Simon Whitlock melyik évben játszott világbajnoki döntőt Phil Taylorral. Egy évszámot kell elküldeni a Fidiszi nyereményjáték@gmail.com e-mail címre, és holnap déli 12 óráig lehet válaszolni. Utána sorsolás, este 6 környékén rakjuk ki mindig a napi nyerteseket a PDC fanklubnak az oldalára, a Facebookon. Egy darts táblát lehet nyerni, egy Phil Taylor könyvet, illetve egy magazint minden nap, és a januárval döntő után majd lesz egy televíziós sorsolás, illetve egy dedikált Phil Taylor könyv. Van egy másik játékunk is, ugye a hajtsunk a 35 ezer like-ra a fanclub oldalon, ahol szintén a lájkolók és az oldal megosztók között, majd a régiek között is, de nem csak az újak között, hanem a 35 ezer like-ok között majd sorsolunk egy táblát, és ezt 5000-enként újabb tábla, illetve egy magazin követi majd. Pont mutatták itt Dean Winstonit, amikor a 9 nyilasát dobta, kiszaladt a világból, jött is kérdés, hogy mi lett vele. Őnek is voltak egészségügyi problémái, és kicsit visszaesett a listán. Itt közben a jelmezverseny, jelmezverseny, oké, meg a lova. Második helyen a tükörtojások. Meg a szalonnás tükör. Nem tudom. Jaj, gyaloggal. Gyaloggal. Az az volt? Hát nem tudom. Én annak néztem. Remélem, hogy az. Annak tűnik. Nem, hát egy teve. Hát és ott nem volt teve? A gyaloggalogban? Egy szamár is volt ott. Volt teve? Nem tudom. Nem ilyen izé volt? Összecsattak tökét, hogy hívják? És utánozták a lovakat? A kacsa volt az biztos. A boszorkány. Ne egyezzünk egy döntetlenbe. Így van. Mindegy, megnyerték a jelmezversenyt Wayne Mardus szerint, úgyhogy ez a lényeg. Whitlock kezdi a harmadik szettet. 140. Nem jön tripla Schindlernél. Csuha. Az két tripla. Némi segítség Whitlocknak. Itt vannak az átlagok. Lehet látni, hogy szépen kúszik föl Simon Whitlocké, Schindlerésem rossz. Ebben a legben az első kör tripla mentessége okoz egy kis hátrányt neki. 98, nincs kiszállón Schindler, Whitlock nyugodtan dobhat. 52 maradt Simon Whitlocknak. Schindler le tud-e kerekíteni? Bizony, most egy 54 kéne, egy tripla 18. Mi elmosolyodik? Inkább visszadobja. Jó lesz az a 26. Inkább növeli a statisztikai adatait. Az ötödik a meccsen. És nem jön a dupla 8. Hoppá. Dupla 13. Ez mosolyog rajta. Na, kidobjam, ne dobjam, kidobom. Nem dobom ki, inkább kerekítek egy 6-osra, dupla 10-re, azt úgyis nagyon szereti. Szépen jött eddig neki.
Jó, ki kell állni a szélére. És nem is dobja be. Belülről. Ha. Igen, ez a baj ezzel a eldobott tripla 20-assal, hogy meggondolt, mindegy, rádobom, szép lesz az a 180, csak mondjuk 86-nál inkább az 54-et preferálják sokan, vagy a bult. Whitlock ismét bizony elrontja a dupla 5-re. Jöhet a break lehetőség kihasználása ismét. Kontroll nyíl. Na, a még egyet a biztonság kedvéért. Azt meg belülről megrekednek a kiszállónál. Mindketten. Most nem a legcombosabb leg lesz így a kiszálló csatával. Double trouble, ahogy a Sky Sportsnál. Hát ennyi lehetőséget én sem adtam neked annak idején. A hatodik körön van túl Whitlock, ami azért összeköszönhető, hogy az első három kört nagyon megtolta. Mondom, fú, de nagyon a szélére menet. Vissza, dupla egy, tessék, két dupla egy, megint dupla egy van. Szóvá is tette egy néző, kedves néző. Nem dobta meg ő sem. Egészen hihetetlen, ritka jelenet. Dupla egy. És belülről. Így aztán nincs kiszálló lehetőség, tovább visszakerül két pontra Whitlock. Na, meddig üldögélünk itt ezzel a leggel. Oda-vissza. Ha ennyi udvariaskodna a másikkal. Igen. Ilyet nagyon ritkán lehet látni egyébként. Már a mama is nevet rajta meg. Na, lehet, hogy inkább kínjukba. Tehát innen most nagyon nem lesz elmozdulás. A nézők is nagyon segítenek ezzel a... Hihetetlen. Hát akkor maradunk. Ameddig valaki nem teljesíti. Az már fölül. Van legalább nem elsőre sokat be. Whitlock, és be tudja dobni alá. Nem dobja be, ugyanoda mennek a nyilak. Nyolcadik kör. Körülbelül 3 percet dobálnak erre a kiszállóra. Whitlocknak a 9. kör volt. És most jön Martinnak a 9. kör. Bedobja! Legalább egy 9 nyilas dobott van akkor. Ott van Kevin Mühk és Carsten Hart egyébként, aki a PDC Europe-nak az egyik prominens személyisége. Ő is német, tehát gondolom most az egész német kompánia ott ül a helyszínen. Elvette Whitlock kezdését az ifjont 140-nel. Megy most tovább. Whitlockot egyelőre nem lehet kizökkenteni. 180! Hát szépen megemberelte magát azután, a rossz kör után. Whitlocknak a pályafutásán 9 darab 9 nyilasa van, idén még nem dobott. Egy 57, ez a Michael Smith szindróma. Elcsúszik a 7-esbe. Hozta el a tripla 20. Meg még egyszer. 176, de ugye ez nem kiszálló. Nem nagy értékkel Whitlock oda mehet, mármint kiszállóra. Uff, tripla 1. 83 így. Csak hátsó pályán közelít Schindlerhez. 176-ról egy jó kerekítés. Elszállt ott a toll. Jól látod? Valami elszállt a kezéből Schindler, nem a toll, mert azok ott voltak. 76. 181-ről jön a tripla 19 másodszor. 96. És ellenére most Martin van előnyösebb helyzetben. Nézzük, hogy
sikerül a kerek, uha, 61 maradt, 11 bull, vagy tripla 11, dupla 14. És megvan a tripla. És dupla 14. Nem dobja be. Visszaveheti Whitlock az elveszített kezdést. Dupla 5, az alulról fogja megint a dupla szektort. Whitlock tette azt egy párszor dupla 1-nél. Schindler 2-0-ra vezethet. Most kerekítenie kell egy 3-assal, az megvan, dupla 2. Megint egy kiszálló csata lesz. Legalábbis Schindler nem dobja meg. Azért ezek komoly lehetőségek ám. Megint vissza a dupla egyhez. De most bedobja Simon Whitlock. Annyit gyakorolt rá, hogy most már jön neki. 1-1 és... Most Martin egy nagy lehetőséget szalasztott el, mert hogyha ezt behúzta volna, akkor azért jó eséllyel játszhatott volna a szett győzelem, ami még így is meg lehet, de nyilván 2-0-ás előnyből egy kicsit egyszerűbb. Százas. Nem jön a tripla Whitlocknak két körön keresztül. Nézzük, Schindler le tudja hozni 300 alá, nem már, de egy százassal jó lett volna, így viszont nincs túl nagy előnye hátsó pályáról. Whitlock még javíthat. Jön is a tripla, 20-as. Meg még egy. 140. Most ennek is örülnie kell. Egy jó 10 pontot zuhant az átlaguk. Egyébként most már 84 ponton állnak mind a ketten ezzel a kiszálló csatával, amit produkáltak. Pont. Így nincs kiszállón. Schindler. Aj, de gyönyörű. Gyönyörű kerekítés 24-re Whitlocktól. Csak 60 Schindlertől, így előnybe lehet. A varázsló meg is dobja. Kezd Schindler. És tripla nélkül Whitlock. Talul lehet látni az occokat. Mindig jóval esélyesebb Simon Whitlock a mérkőzés megnyerésére, de ezt még be is kell váltania, ezt az esélyt. Most pedig az utolsó nyilával jön egy tripla. Tehát igazából a következő leg a fontos Whitlocknak, ezt ő fogja kezdeni, ha lesz még ebben a szedben leg, és nem rontja el Schindler a kiszállót. Nagyon szép, 134-jel, 131-re megy le. Nem jön a tripla 20, így kerekítés maradt csak. 57 pont. Majd. 96.
96 így most. 114. Nézzük, hogy a 74 ez meg tudja-e oldani. Schindler. Tripla nélkül is lehet duplára dobott nyila, hogyha most megvan a 20-as, dupla 20 a megoldás az egyenlítéshez. Nem dobja meg. Na Vitlok, 114. Csupa 19-essel próbálja megoldani, nem jön a tripla 19-es. Marad a 16. Na, dupla 10 megmenti megint Schindler, megbizony, 2-2. Azt nagyon jól dobja a dupla 10-et a német szurkolók legnagyobb örömére. És most jön Simon Whitlock szempontjából a nagyon fontos leg, és jól is kezd. 140-nel. Martinnak nem jön a váltásból sem a tripla. A harmadik nyillal sem. Itt viszont jön még egy 140. Na, az jó. 134 Schindler, 309, nézzük ezt a 221-et. Mit talál ki rá Whitlock? 7. És a 164. Így szépen lekerekített, 68-ig lement. Schindler meg nincs kiszállón. Most már igen, közel legálban. Whitlock a szettér 68-ra. Ó, és nem dobja meg. 2-14-es dobott, a 42-re ment rá. Ez akárhogy is nézzük, de Schindler előtt most egy lehetőség. Tripla 18, dupla 8. Mit választ? A tripla, ahol is dob egy 4-est. 16, megvan is a bull. Egy nyila van a szettért. Nem ezt tervezte. Megdobja-e? Nem dobja meg. Picit ment mellé. Itt viszont jön első egy, igen. És ezzel Whitlock felé billen a mérleg nyelve. Megy tovább a buli, de most már nincs pihenő. Whitlock most azt a szettet is jobban kezdi, amit Martin indított el, és kipattan Schindlernek a harmadik nyila, megütötte a bennálló toll. Itt viszont nincs appelláta, jön a 180. Whitlock magához vette a kezdeményezést ebben a szettben, nagyon magabiztosan játszik át. Átbillent, úgy látszik a holdponton. Na nézzük 96-ra. Whitlock, megvan a tripla, dupla 18, az nincs dupla 9, ezt mellé dobja.
nagyon nem megy most Schindlernek. Hát egy kicsit benragadt az előző szedben. És itt van a dupla 9 Whitlocktól, 1-0 vezet, és ő kezd. Schindler továbbra is a 84%-on, és hát a kiszálló ugye 17%. Mondjuk Whitlock se veregetheti a mellét a 25-re, 25%-ra. Erre igen, ez már az 5. 180-a. Hármat dobott Schindler, így jön össze a 8. 91 pont a kezdés. Most 59. Hú, ötössel kezd Schindler, most egy kicsit szétesett a játéka. 85 pont. Pont. Nincs kiszállón Whitlock, és valami nagyot kell dobnia Martinnak, de nem jönnek a triplák, csak az utolsó a 93 pont. Whitlock 108-ra érkezik. Ez jó kezdés. 152, de nagyon furcsán állnak ott a nyilak, nem nagyon akarta oda dobni, inkább búra megy rá. 105. Tripla 19-es megvan, és a dupla 16. Nincs meg. Nincs meg, belülről dobja. 127-re visszaveheti Schindler. Ahhoz, ó, nem tripla egyekkel kezdeni. 64-e van, tripla 16. Vagy tripla 8, de csak egyik sima sem, lesz. Sima 8 lett, így 56 pontja marad. Hát ez most így nagy lépés. Bizonyám, és ő kezd, 2-0-ra vezet. Vagy bocsánat, Schindler kezd. Hát még egy kezdésvesztés már nem engedhet magának, de hát most már innentől 3 leget kéne nyerni a németnek. Ami szinte reménytelen. '93-mal kezd Whitlock. Egyre több a szektorhiba a Martin Schindler játékában. Kiesik Whitlock nyila. 8. Arról beszéltünk, hogy kivel fog játszani Whitlock, ha tovább jut. Vagy Schindler, hát még nincs vége a meccsnek. 140. Darren Webster Devon Petersen győztesével fog majd összekerülni, és azért 43. Érdekes egyébként ez az ág, mert Kevin Münch is ezen az ágon van, tehát a két német akár össze is kerülhetett volna a legjobb 16-ban. Ha nagyon borítják a papírformát, de most úgy néz ki, hogy Martin Schindlernek ez nem fog sikerülni, és a varázsló áttöri a falat. Persze most még bármi lehet, hiszen az utolsó kiszállóig minden darts mérkőzés nyitott, ezt nagyon jól tudjuk. Sokszor láttunk már csodákat. Egyetlen jó megoldás, nagy kiszálló is lélektanilag löghet annyit egy játékoson, hogy felülkerekedjen a másikon, még a hátrányban is van. 100-as Whitlocktól, nézzük Schindlert a 100-ra. Nincs meg két dupla esetleg. Nem jön. Így marad a 40, de 127-re Whitlock a meccsért. Kell az 57. Meg az megvan, van. És a bull egy meccs nyíl. Bedobja. És bedobja. Egy bullal fejezi be. Hát az ifjonc németnek nem sikerül azért Whitlockot fölülmúlni, még akkor is, hogyha
volt olyan szakasza ennek a meccsnek, ahol talán az kicsit, hogy megcsillantak a remények, de azért az összességében még sok volt. Na, alig 20 esztendős. Igen, ifjú németnek, de hát ha így folytatja és így játszik tovább, és ilyen ütemben fejlődik, akkor azért azt gondolom, hogy fogunk még hallani Martin Schindlerről. Ezúttal neki befejeződik a világbajnokság, a 10. kiemelt pedig meg, tehát egyelőre a kiemeltek tartják magukat. De hát még egy meccsünk hátra van. Így van. Jön majd Justin Pipe, aki ugye játszik Bernie Smith-szel, az új-zélandi dárcossal, aki ugye Xiao Chen Zongot búcsúztatta a selejtezők során a szünet után. Alaposan megleptek minket. Nem, mert ugye Bernie Smith besétált itt idő előtt, elnézést, hát ez sem tudom. Nem, az a baj, hogy arra nem készültünk, hogy a Justin Pipe miatt szerintem előbb elindítják a meccset. Nagy valószínűség, mert ő aztán jól, nem az, aki, igen, hogy mondjam, elsieti a dolgokat. Úgyhogy itt most tényleg arra kell fölkészülni, hogy azért ez egy hosszabb, mert főleg, hogyha még mindezek mellé nem is jönnek majd az elképzelések. 46 éves, itt látszik, kint 27. a világranglistán, ezáltal ugye ő is kiemelt, 27. kiemeltje a tornának. Egy boxolóból lett dárcos, egyébként, aki szintén sérülés miatt döntött. És 14 grammos nyíllal játszik Bernie Smith, ami elég ritka. Egyébként a dárcosok, igen, az elég könnyűnek számít, az 16 alatt, 16 vagy az alatt, főleg steel nyíl, az már elég könnyűnek számít. Úgy átlagosan a 20-27 grammot preferálják a játékosok, túlnyomó rész 20-24 között inkább. Tehát az, a 26 az már egy kicsit nehéz, miért például Taylor használ, de Buntingnak van 11 grammos nyila, az aztán meg az ultra könnyű kategória, 16 grammos nyíl. Justin Pipe, ugye azért az esélyese ennek a meccsnek, de láttuk a selejtező meccsen, hogy 100 fölötti átlagos szetteket is képes Bernie Smith lehozni. Ugye az ő esetükben sem beszélhetünk korábbi összecsapásról, mint ahogy azt már közvetítés elején elmondtuk, hogy ők nem találkoztak még egymással pályafutásuk során. Justin Pipe-nek összesen 1-9 nyilas legje van karrierje során, ezt 2011-ben dobta, és a PDC-ben elődöntős szereplés a legjobb eredmény, és ami nagyon érdekes, hogy
a mostani Players Championship döntő, ami az utolsó major torna volt ebben az évben, ott elődöntőig menetelt Justin Pipe, és ott Michael van Gerventől kapott ki 11-3-ra. Ebben az évben azért túlnyomó részt legjobb 16 volt a végállomás, a World Match Play-en Menzurtól kapott ki. És világbajnokságokon viszont 2011 óta folyamatosan részt vesz. Igaz, az elmúlt három versenyén egyébként az első körben búcsúzott. Tavaly pont az a Chris Dabby búcsúztatta, aki Phil Taylortól kapott ki, most a 64 között. Láthatjuk, hogy ugye az ő tempója nem annyira gyors, és nagyon hosszú hegyű nyilakat használ, és kicsit tolva a rajt, ezért folyamatosan lógnak a nyilai. De hát ez őt egyáltalán nem zavarja, csak furcsa egy ránézésre a többi játékos nyilaihoz képest, hogy hogy állnak a táblában. Hát igen. Ez mellé ment az egyesbe. Kicsit egyébként nem csoda, hogy a boxból ruccant, tehát nem hasonlít Stallone. Rocky Balboa-ra hasonlít nagyon Justin Pipe. Ó, egy 180-at most Bernie Smith oda helyez. 82-re tripla 14, ez nincs meg, az a 68 vissza tripla 20-ra. Na nézzük 101-re az új-zélandit. A szektor hiba, de még két nyilas kiszálló a 96-ra, nem jön a tripla 20. Így már nincs kiszálló. Megvan a sima 16-os, dupla 16-tal befejezheti az első leget Justin Pipe. Kicsit bíztatja magát, és megvan az első dupla. Nézzük Bernie Smith-t kezdésből, mit sikerül kihoznia. 60. Közben továbbra is várjuk azért a kérdéseket a Sporttelevízió Facebook oldalán. 96. Igyekszünk majd válaszolni. Kérdezték itt már tőlünk a nap folyamán is, meg hát folyamatosan téma ez a közvetítés, de nyilván rengeteg új nézőnk van, hogy 2018-ban milyen versenyeket fog még a Sporttelevízió műsorra tűzni világbajnokság után. Rögtön fel, nem kell sokat ellenni egyébként majd darts nélkül, mert február első hetében rajtol a Premier Liga, ami egészen május közepéig eltart. Minden héten csütörtökön élőben fogunk jelentkezni az éppen aktuális Premier Liga helyszínről. Közben márciusban majd beköszönünk a UK Openre is, az egész hétvégi programot fogjuk közvetíteni, de ez egy nagyon érdekes versenyrendszer, hiszen ott bárki elindulhat a kvalifikációs tornákon, és beverekedheti magát, és ott a kvalifikációs sorrend alapján folyamatosan kapcsolódnak be a jobbnál jobb játékosok. Kicsit hasonlít egyébként a magyar kupa rendszerhez, ugye, ahol a megyéből indulnak a csapatok, hát itt is úgy van, hogy a megyei selejtezők vannak, és aztán egyre emelik a szintet, és úgy lehet majd bekapcsolni. Aztán június elején jön a World Cup of Darts magyar csapattal, ott aztán
lehet majd szorítani magyar párosért is, hogy ki lesz az majd, kik lesznek a résztvevői annak a magyar csapatnak, azt majd tavasszal fogjuk kijátszatni. És hát a nyár közepén, július utolsó hetében érkezik a World Match Play közvetítés. Aztán pedig ősszel is beszúrunk egy programot, hiszen előre haladott állapotban van az egyeztetésünk, hogy az őszi szeptember 24-29-e között rendezett Európa-bajnokságon a szombaton lejátszott döntőket majd élőben közvetítsük a Sporttelevízió műsorán. Ugye ott a VDF-nek az Európa-bajnokságáról beszélünk, ahol lesz majd magyar válogatott is fog indulni. Nagyon remélem, hogy sikerül magyar játékosnak eljutni a döntőig, vagy magyar csapatnak, majd megtudjuk. Justin Pipe 101-ről. De hát ezt mind el tudtam mondani egy legalább ezt a sok információt, mert nem igazán sietik el. Ráadásul a színvonal sem olyan egetrengető, mert Bernie Smith 75-ös átlagon van, míg Justin Pipe 81-en. Na, Smithnek jön a tripla, kell egy sima, és akkor mehet a dupla 20-ra. És most nem jön. Nézzük Pipe-ot, dupla 8. A Justin Pipe. Lehet egy break itt közben. Nagyon koncentrált a háttérben. Dupla 4. Belülről. Bedobja. Megdobja. 2-0. Ugye, ami a füldugóval játszik ő is, hogy kevéssé szűrődjön be a közönség moraja. Hát ha jobb egyenesei is ilyen kimértek voltak, akkor nem tudom érteni, hogy abba hagytad a kövűvás, Justin Pipe. Nem hiszem egyébként, valószínűleg nem. De volt már olyan meccse, láttuk, hogy... Szerintem lassít a fejde, nem? Igen, kicsit igen. Valakivel, nem is tudom már kivel volt, nagyon komoly vitája azon a meccsen. És végén egy kis légboxot bemutatott, meg lenyomott egy 10 fekvőt, támasztott a színpadon Justin Pipe, tehát még jó erőben van. Akkor egy kicsit gyorsabb volt a mozgása, amikor a boxapár árnyék ütést bevitt a képzeletbeli ellenfelének, aki gyanítom az az ellenfél volt, aki ott összebalhézott. És jön a tripla az utolsóval. De ő kezdte ezt a leget, és Smith most próbál tapadni rá. De triplák kellenének az új-zélandinak. Meg is jön a második nyíra. 170. Smithnek is azért hozzá kell szoknia ehhez a tempóhoz, amit Pipe dob. Sokkal több idő telik el neki is hátul a pihenés, vagy a körök között, míg odaállhat, és közben egy 140 Justin Pipe-tól 111 pontra megy le. Ezt nézzük a 170-et, így már nem lesz kiszállója Smithnek. Szép, és marad a 78. 111-re. Jön az első mindegy. Set. Tripla 17 kell. Bizony. Nincs meg, és így összen. 74-re. Oda a lehetőség. Az meg van, 32 marad. Nézzük a 78-at. Meg kilátogattunk egy pillanatra az ügetőre is. Megnéztük ott mi a helyzet. És dupla 20-ra. Bernie Smith nem dobja meg. És bedobja Justin Pipe, ezzel elviszi az első szettet.
nézem, hogy milyen átlagokon állunk most. Bernie Smith 82,76, Justin Pipe 83,5, 60%-os kiszállóval, a Pipe annyit dob, amennyi most éppen kell. Az egyébként nagy talány számomra is, lehet, hogy erre te talán tudsz is válaszolni, bár könnyű, hogy ugye ez, tehát ugye az, hogy valaki lassan dob, az oké. Okay. Na de itt szinte, tehát itt nem tudom, ilyen Nadal szintű rituálé már majdnem, hogy széthúzza a fesztávot, és akkor már ahogy beállt, ez ahogy ugye beteszi a lábát a dobogó elé, és még ki is tekeredik, és még ki is tekeredik, igen, és akkor a feszét, és akkor el, és még egy kicsit így rá is mozdít ugye a másik kezével, tehát hát valójában... Szóval ez hogy alakul ki? Hát gondolom, hogy... Mert nem hiszem, hogy így kezdte. Tehát nem, hogy az első mozdulat. Én sem hiszem, hogy alapból ez volt a beállás. Próbálta, gondolom, stabilizálni a dobóállását. És hát az egyensúly érzete egyébként lehetettől nagyon jó, hogy hátul van így a keze. Egy ilyen nagyon érdekes, feszes tartást ad a testnek az, ahogy így tartja valaki a kezét, de én nekem megmondom, hogy nekem nem esne jól, tehát nem egy kényelmes beállás, semmiképpen sem, és gondolom, hogy ez így szépen kialakult nála. Azt mondja, itt jön egy olyan kérdés, hogy mennyi a nevezési díj erre az eseményre, hát itt nincs nevezési díj, hanem ugye a játékosok vagy ranglista alapján, az első 32 az a világranglista alapján, a Pro Tour ranglistának, ami egy külön ranglista, ahol a Pro Tour sorozatba tartozó események, mint például a European Tour, vagy pedig a Players Championship fordulók beleszámítanak. Annak van egy külön ranglista, ott a legjobb 16, hogyha ott átfedés van, akkor természetesen mennek lejjebb a ranglistán, amit a Pro Tour ranglistán, és akkor lehet, hogy akár a 20-22. Helyről is, vagy még hátrébről is be lehet jutni a Pro Tour ranglista helyezések alapján, és utána a többiek pedig már kvalifikációs tornákon vesznek részt, tehát itt nincs nevezési díj. Önmagában a kvalifikációs tornákra lehet nevezési díjat szedni, ott azért szokott lenni, de például egy European Tour fordulóra a UK kvalifikációkon, illetve a németeknél, amit rendeznek, a Central Europe kvalifikációkat, ezeken 110 eurós nevezés van, ami selejtező sorozatunkban, a kelet-európai selejtezőn ennek a fele, tehát 55 eurós nevezés van egy versenyen, most azért az sem kevés pénz, ha úgy veszük, hogy egy hétvégén, például január utolsó hétvégén, amikor Budapesten rendezzük az első selejtező hétvégét a European Tour első 5 állomására, ott versenyenként 55 euró nevezés, tehát ez, hogyha valaki mind az 5-ön elindul, akkor föl kell szorozni 5-tel, hát az sem kevés pénz, és ugye csak egy hely van, ami kiadó, igaz, ha valaki ott megszerzi azt a helyet, akkor az automatikusan 1000 fontos nyeremény jár. És közben újra érkezik Wayne Mardell, most a táncmozdulatokat fogja díjazni. Na, nézzük, hogy ma kikapja a bronzot. Fából készült bajor legény. YMCA. Village People? Village People, úgy hívták ők? Igen. Hát itt a győztes, hát kimács. Kimács. Kikapja. Ez jó. Hát, minden szentnek maga felé hajlik a keze. És nem elfogult ő sem. Á, nem egyáltalán. Itt vannak a mai eredmények. Ugye Bernie Smith az, hogy legyőzte a kínai ellenfelét. Az azt szereti jogot a Justin Pipe elleni megmérettetése. A két kiemelt Michael Smith és Sam Whitlock hozta a meccset, nem is könnyedén, de azért hozták. És hát a harmadik kiemelt Justin Pipe is 1-0-ra vezet. Na de hát Adrian Lewis is vezetett 1-0-ra tegnap. Igen. Igen, az egy Mr. Bean-hez hasonlítják a kedves nézők. Te kit mondtál?
Rockit. Én Stallone-t mondtam, de hát Mr. Bean szerintem nem. Nem? Ott, hát a rajzfilm, volt, a rajzfilm figura. Ki volt, valaki volt, aki... A rajzfilm megformált alakhoz esetleg. Na mindegy, hát ez végül is teljesen szubjektív dolog. Minden esetre jön a folytatás, és most Bernie Smith-szél kezdés joga. Itt az egyik kedves néző kérdezi, hogy mi járunk-e Jósdába, mert ugye a legtöbb kérdésre csak ott tudnak választani. Igen, hát ugye azok a kérdések, hogy mennyi esélyt adunk ennek, meg annak a világbajnoki címére, hát ezt tényleg csak megjósolni tudjuk. Ez azért, aki most eddig nem követte a dartsot, de most ezt a VB-t, igen, akkor látja, hogy itt aztán minden megjósolható, csak egy mérkőzésnek a végkimenetele, nem? Hát a játékosok is tesznek érte, hogy sokszor boruljon a papírforma. Szép a két tripla Justin Pipe-tól, de a harmadik nem megy mellé a már bent álló kettőnek. Így aztán még mindig csak Bernie Smith-nek van 180 ezen a meccsen. Badár Sándorra hasonlít Pipe. Most már aztán jönnek a... Elnézést, hogy így bele kuncolok, de megtalálták Justin Pipe-ot, de nem feltétlenül rossz értelemben, hanem hát nyilván ilyenkor azért itt este 1-12-kor már elszalad a fantázia. Smith fönt maradt kezdőként, és egy tripla azért befér a körökbe, de összességében ezek nem jönnek 170, nem, csak 85, bocsánat, elnézést. Még, az, még inkább nincs kiszállón, úgyhogy Pipe oda mehet hátsó pályán előbb, mint Bernie Smith. Hú, az félrecsúszott az egyesbe, így magas kiszállón maradt Justin Pipe. 147. Jó, most már jönnek a komolytalan hasonmások is, már Hurvinyektől kezdve már mindenkiért, úgyhogy szerintem ezt elengedjük, ezt a kikire hasonlított, mert amúgy sem szép dolog. Justin Pipe, Justin Pipe-ra hasonlít a legjobban. Most a kerekítésre is van bőven ideje, hiszen Bernie Smith nincsen kiszállón. Köszönjük Takács Krisztiának. Már 2-0. Ja, ez a két csontváz. Viszont már 2-0. Hát igen, erről azért tudtunk előre. Valószínűleg azért kezdték el időben a helyi rendezők is ezt a meccset. Bedobja. Szép, a dupla 5 a végére. Muszáj volt ugye a 20-asról maradni, a szép volt a tripla, és aztán dupla ötte befejezte. Ez olyan, mintha két körből maradna ki Bernie Smith most. Ja, igen. Rossz mezőre lépett. Hát igen. Meg is látszik, jóla, igen. Meg is látszik az ura. Viseletes volt az úr, igen. De is lehet egy versenyt csinálni egyébként, hogy non-stop ki hány napot bír. Egyébként nem tartom kizárnak. Nem egy gyenge költségkeretet hát igényel. Egy, de egy nem tartom kizárnak, hogy van. Bár nyilván ugye most jön a pihenő rövidesen, tehát lesz 3 nap, amíg lehet regenerálódni. Igen, hát aztán
Csak most az lesz a különbség, hogy mondjuk nem a, az Eli Pellinek a sörsátrába fognak inni, hanem majd otthon a karácsonyi asztalnál. Tehát... meg enni, mert ugye azért az inkább arról szól, az óriási családi étkezésekről, főleg ha valaki a rokonsághoz járkál. Szépen vált ki 18-asra Pipe, és utána vissza akar dobni a 20-asra, azért át, de nem sikerült neki. A hosszú hegynek az átka. Volt egy kedves néző, aki egyébként csodálkozik is azon, már korábban írta, hogy pár nyilai nem dőlnek, illetve esnek ki a táblából. Hát, tessék. 125-et dob közben Smith, ami csak az eredményezi, hogy ott liheg pár nyakában, ebben a legben. Jó a tripla 18. 92. Justin Pipe olyan, mint egy imádkozó sáskörő legújabb. A sebességére gondol, akkor egyértelműen igen. Az is egy türelmes állatfajta. Lehet látni lassú mozdulatokkal. Mozog, úgyhogy Pápp is megfontolja szépen, hogy mennyit dobjon. Kiszálló lehetett volna, jön a tripla. A második bekerül. Na szép! Viszont biztos nem az, mert ugye akkor a nász éjszakája után nem biztos, hogy élt volna. Ott az a divat. És most 24-re lekerekített egy nagyon szép körrel. Közel a 2-0. Itt azt a fénykép is mutatta. Egy dupla 12 kell hozzá. Ez nagyon mellette, és be is lóg a nyíl. Dupla 6. Eddig a kiszállózásra nem volt köse probléma. Most viszont nem jön. Most nem jön, de 68-ra Bernie Smith megoldhatja. Dupla 8 után bedobja. 1-1. Elvesz egy játékot, vagy egy kezdés. Bizonyám. Az első leg, amit megnyer Bernie Smith. Kérdezték még, hogy a Pro Tour kártyákkal kapcsolatban itt a VB-n mi a helyzet. Aki a 64 közé jut, az Pro Tour kártyás. Ugye utána még a 128 között, 128 kártyából még megy a kijátszás majd a Q-School versenyeken. Lesz külön egy brit nemzeteknek kiírt selejtező verseny január 18 és 21-e között, míg a többi európai országnak, tehát aki itt a kontinensen, Nagy-Britannián kívül résznek. Majd Hildesheimben, Németországban lesz a selejtező verseny ugyanazon a hétvégén. Ez ugye négy verseny, ahol lesz egy ranglista is, és a négy versenygyőztes mellett a ranglistáról állítanak össze egy olyan listát, akik megkapják a Pro Tour kártyát. Ez egy nagyon fontos lehetőség a játékosoknak. Egyrészt idén ugye a következő évattól bevezett a PINC. Várjál csak. A Pro Tour kártyásoknak nem kell nevezési díjat fizetni a Players Championship versenyekre, illetve a European Tour selejtezőkre. Úgyhogy kiszámolták, ez körülbelül egy átlagos játékos nézve egy ilyen 4000 fontos spórolás. 180! Justin Pipe megdobta az első 180-át, a meccsen a másodikat.
Puff. Bal szerencse. 84, ez 155 ugyan, de 130-ra most Pipe dobhat elsőként. Még a tripla 20 kell, meg is van, és akkor a bull. Nagyon rákoncentrál, majd aztán csak a kicsi jön el. És 155-re van a tripla 20, miután nincs kiszálló. És az is egy kettesben landol, aztán nem igazán tudta lehozni magát Bernie Smith, viszont megvan a kerekítő a dupla 8-ra, és megvan 2-1 Justin Pipe-nak a második szedben. Bernie Smith hiába közelíti azt a teljesítményt, amit mondjuk az első selejtező meccsen. Igen, ő nem tud most Kevin mint nyomával lépni. Igen, német milyen jól hozta magát Adrian Lewis ellen. Ez 140, ez most egy jó kör. Most a szép válasz, így van. Leváltás. Majdnem dobott 171-et akar dobni. Megint egy 140. De szép, most ez jó játék Justin Pipe-tól. 140, 86 marad. Ott is jön a tripla Bernie Smithnek. 20-asra megy tovább. És megvan 140. Még egy 18-as kell neki, hogy yeah, és kiesik a táblából. Így viszont át kellett váltani a 20-asra. Sima. 12 vagy tripla. És a bull Bernie Smithnek nem találja el, így marad a 25, és a 2-1-es Pipe előny. Nézzük, hogy 16 vagy 8, 16-ost dobja, és a dupla 16. Marad a dupla 8. És bedobja. 2-0. Hát... két szetnyi előnye van Justin Pipe-nak. Innen azt gondolom, hogy ezt ő nehezen fogja elbukni, mert bármennyire is a stílusa az olyan, amilyen lassú, kicsit körülményesnek is tűnik, de azért legyünk őszinték, rendkívül biztos, hogy megint beszálltott egy légy. Bernie Smith valamilyen ilyen kis rovarszerűségben Bernie Smith tarkóját vette célba, itt lassítást be lehetett látni, ez is lezámzavaró, meg kizökkentheti a játékost. Közben nézem, hogy van olyan kérdés, ami itt felmerült. Az esetlegesen, bocsáss meg, nem merült fel a... vagy nem... Te hogy látod ennek a realitását, tehát hogy egy időkorlátot bevezetni a nyíl eldobásához, vagy ez föl nem merül, szóba nem kerül? Hát annyira ritka egyébként, tehát ez... Ugye... Mert ugye elég teniszben, ugye itt Rafa Nadalt hoztam föl példának, aki hát azt tényleg nem tudom én eltölt fél percet a ladogatás előtt.
kattints jobban visszaérve, vagy ki a fennékből, ezért nem tudom, vápánt, fejpánt, azt a mit csuklom. Nyilván rontja az élvezet. És még 35-ször le is patogatja a labdát. Én azt gondolom, ha már ez zavaróvá válik valakinek a részéről, akkor azért általában a speakernek van annyi ráhatása, beleszólása, hogy figyelmezteti a játékost, hogy természetesen nincsen rá szabály, nincs időkorlát a szabályrendszerben, de azért a szinte már szándékos lassítás, az nyilván azért nem annyira tolerálják. Most arra gondolok, hogyha valaki nagyon extrém, tehát vannak azért, Justin Pipe-ról mindenki tudja, hogy így dob. Volt egy időszak a karrierében, most Menzurnak is, aki nagyon lassan dobott, sőt, ő kifejezetten lassította a játékot, de az sem volt még, úgymond az elviselhetetlenség határa volt, de még nem volt az a sportszerűtlenség, ami miatt rászólt volna. Igen, de ha ezt nagyon elhúzza valaki, akkor azért nyilván figyelmeztetik. Minden esetre nem hiszem, azért nincs rá szükség egyébként, mert ez nagyon ritka eset, amit most látunk Justin Pipe-től, egy nagyon kirívó eset, és persze zavaró tud lenni sok mindenkinek, de főleg azoknak inkább csak, akik játszanak ellene. Egyébként egy rendkívül jó játékos, tehát nincs vele semmi különösebb probléma. Ezt az egyet meg kell szokni, hogyha ő játszik, akkor egy kicsit a mérkőzések tempója lelassul. Valószínűleg ezt nehezen is kezeli egyébként Bernie Smith, hiszen ő nem szokott nagyon játszani ilyen ellenféllel. Hát most így alakult. Ez melyik ág egyébként? Itt hogy mennek tovább? Már is mondom neked, hogy a Justin Pipe féle ág az ugye alul van, Phil Taylor. Ez ennek a meccsnek Phil Taylor lesz majd az ellenfel, aki nyer. Biztos az Taylorral fog játszani. Taylor hogy örülhet? Nem hiszem, hogy ő zavarná egyébként, nem hiszem. És az ő ezen az ágon van még Keegan Brown, Zoran Lehrbacher csata. Az alsó ágra mindenki egy Gary Anderson, Phil Taylor negyed döntőt vár. Ez a papírforma, főleg most már a kialakult párosítások után. A fölöttük lévő ágon jön majd Peter Wright, és hát most már Kevin Mühl, ugye Adrian Lewis lett volna a hetes kiemelt, és ő volt itt várató, hát aztán pedig megyünk fölfel, akkor negyedik, az ötödik kiemelt, ott még összejöhet egy Mensu Sujovic, Daryl Gurney 8 közötti meccs, de hát ott még azért beleszólhatnak sokan, többek között Rob Cross ebbe a történetbe, és hát a legfelső ág pedig, ahol Michael van Gerwen és Raymond van Barneveld, a legnagyobb nevek, azok után a 8. kiemelt Csisznál kiesett. A győzelemért kezdett Justin Pipe, 2-0-ra vezet Bernie Smith ellen, az új-zélandi, a selejtezőből jött, ugye ő volt a nap első meccse, és dob egy 140-et kezdésként, ami jobb, mint Pipe kezdése volt. Nem jön a tripla. 57. Hoppá! Szép a tripla. 180! Már is megduplázta a 180-ainak a számát. És nagyon jól kezdi Bernie Smith ezt a leget. Pipe-nak nem jött jól ez a pihenő, ahogy elnézem, mert 8-al folytatja, 57 után. Vissza kell rázódnia, igen. Meg hát ugye a 2-0-ás vezetés birtokában hogy eresztett egy kicsit a koncentráción. De már látszik, hogy próbálja visszahozni magát a háttérben.
Kérdezik, hogy miért nyúlkál a zsebébe. Nagy valószínűséggel Vax van a zsebébe, tehát ne ilyen kézilabdás Vaxra gondoljon senki, hanem ilyen kis Vax korong, amitől egy picit úgy tapad a kezed, ne csúszson a nyíl a kezében, amikor eldobja. Van, aki magnéziát használ, Menzurnál szoktuk látni, Taylor is mindig a zsebében kotorászik egyébként a meccseken, tehát vannak ilyen kis használható segéd anyagok, amik elősegítik a tapadást. A negyedik köre lehet tripla nélkül Pipe-nak, és az is lesz. Meg is csinálja. 57-58 és 260. Igaz, hogy 170-en van, de hát Smith... akár hátrafele menet is el tud menni a legmegnyeréséig, ebből a bulla például, ez most mondjuk még nem jön. A 170-et kéne Pipe-nak megoldani, hanem nem akarja tovább húzni itt a dolgokat. Így nem fogja. A 18-ra ment, hogy esetleg kerekítsen, 25-re. Bernie Smith. 9 és a dupla 8-at kell. Azért ez esetleg többségében megy. Be is dobja. Hát itt a break. Kisebb csoport hatalmas örömének ad hangot. Az új-zélandi behúzott egy leget újra. És jól kezdi ezt is. Ott egy tripla. 18-asra ott jött a tripla, 20-ason, 19-esen nem. Most Smithnek sem. Justin Pipe utolérheti, vagy megelőzheti két triplával. De az a tripla egyre gondolták, gondolom. Nem, abszolút nem. Ez nagyon nem megy most. És dobálja. 135. Kérdezik, hogy milyen szisztéma szerint vannak a játékosok a főt a táblára elhelyezve. Ugye a legjobb 32-t, a kiemelt 32-t, azt nyilván a kiemelési pozíció szerint elhelyezik a 64-es táblán. A tetejére kerül, a felsőág tetejére kerül az első kiemelt, az alsóág tetejére a második. És ugye úgy vannak elhelyezve a kiemeltek, hogy az első, ugye a legjobb, az első kiemelt, a második kiemelt csak a döntőben találkozhat. A legjobb négy között a negyedik kiemeltel kéne találkozni a papírforma szerint az első kiemeltnek, a nyolc között a nyolcadik kiemeltel, és így tovább, és így elhelyezik az összes kiemeltet, majd lesorsolják az előzetes kört, tehát a selejtezőnek a párosításait, és utána lesorsolják a többieket, a maradék 24 játékost oda sorsolják a táblába, és aztán így alakul ki a... Hoppá! Pedig ott volt. Főtáblát valamennyire irányítják, valamennyire sorsolás. Megvan a tripla 20. Az első. Olyan szépen lóg a nyila Justin Pipe-nak, hogy a tripla 20-ban álló nyíl az majdnem betakar a búlra. Sőt, hát be is takar, hát ez egészen elképesztő, milyen nyila van, milyen hosszú. Ez
2-0-ahoz még egy nyíl, Dukál, de nem dobja nem meg. Nézzük Pipe-nak a 90-es kiszállóját, már egyszer dobott ilyet, a tripla 20-as kéne, vagy a sima. Igen, a sima és a bull. Így, igen. És 25-ös szektor lett. Na, megyünk vissza. Dupla 5-re, Bernie Smith. Ez belülről egy kerekítő nyíl. És a dupla 2. Hova? Fogalmam nincs. Ja. Túlságosan fölé, mert nem lehetett látni. 9 és a dupla 8, ez már volt. Ez a leosztás. Meg is dobja. Meg is bizony. Hát kérem szépen, Bernie Smith ezt azt nem mondom, hogy elszórakozta, de most nem élt a lehetősége, nem tudott élni a lehetőséggel. Egyenlít Pipe, ez azt jelenti, hogy ismét magához ragadhatja a kezdeményezést, de hát azért az átlagot azt kicsit föl kellene srófolni, mert ez így nem egy életbiztosítás, 45. 84 pontonál Justin Pipe, 83 ponton Bernie Smith. Eddig nagyon úgy fest, hogy a kiszálló arány az, ami Justin Pipe irányába billenti a mérleget, hiszen 47%-kal dobja, míg Bernie Smith 17%-kal. Ez se sokkal jobb, sőt, egyáltalán nem jobb. Kicsit most meg reszelgette, lehetett látni egy kis csiszoló papírral Justin Pipe a nyilainak a hegyét. Ilyet lehet. Ja, azért fontos, hát igen, érdesíti egy kicsit, mert már több nyila kipottyant. Lehet, igen. Ugye vannak ilyen gyárilag érdesített, vagy valamilyen felülettel lézergravírozott hegyek, amikor közelről mutatják, akkor lehet látni ilyen recés hegyek, be vannak marva, vagy pedig ugye lézerre begravírozva, és vannak a nagyon teljesen sima hegyek, amiket viszont ilyen különben Pipe, azt jól látom, akkor teljesen sima, és akkor ilyen csiszoló papírral meg érdesíti egy kicsit, hogy jobban kapaszkodjon a nyíl, és lehet is látni, nem lóg annyira. Igen, de 145 közben. Jobban beláll, és megtartja a nyílnak a hegye az egész testet. Tripla 1 ez. Ez nem ér nagy érték. Fuha. 43. A kiszállózás, hogy ez az óriási különbség. Akkor tulajdonképpen dönti a mérkőzés van, igen, ez a legfontosabb mutató eltérés, mert egyébként átlagban sem az első 9 nyilva, sem a teljes átlagban olyan nagy eltérés nincsen. Jobban használja ki a kiszálló helyzeteket Justin Pipe, ennyi a különbség jelen pillanatban, de a rutin az sokat számít, azért Justin Pipe nagyon sok meccset játszik PDC színpadon. Nem jön a 42, nem tudott lekerekíteni. Viszont kéne egy nagy dobás ahhoz, hogy kiszállóra kerüljön. Egy 100-as. 121. Na nézzük a tripla 20, dupla 4. A tábla szerint mit választ? A sima. Még a 16, dupla 16. És akkor az a 2-1 lehet, ha ezt most dobja a Pipe. De nem dobja! 121, nem könnyű kiszálló. De láttunk már ilyet. Megvan a tripla. 11-es és a bull. Kiállt belőle egy kicsit. És bedobja! 2-1-re vezet. Megint elveszi Pipe kezdését. Az
szépítésért. Most Bernie Smith kezdi a leget. Ez a dupla 16, ugye ár? Bizony, most megkaptam egy nagyon szelleves üzenetet, hogy ha ez 2-2 és 6-5 lesz, akkor elérjük majd a reggeli menüt bármelyik étterembe. Szerencsére nem a döntő, nem? De, azért azt tudjuk, hogy nem ilyen lenne a színvonala. És szerintem a Pipe nem tud rárakni egy szintet erre, akkor Taylor meg fogja enni reggelire. Szerintem, ha rárak, akkor is. Itt vannak az átlagok, hát látjuk, hogy ez tényleg nem az a szint, amit megszoktunk. Kis túlzással mondhatom azt is, ugye, hogy ugye, ahogy kezdtük ezt az adásnak a bevezetőjét, tekintettel, hogy mind a négy páros először találkozott egymással, tehát ugye múlt nem volt egyik partit illetően sem. Ezért ez egy kicsit, én azt gondolom, hogy most igazolja azt, hogy biztos, hogy ez jó, mert ugye itt egy viszonylag jó hangulatú, népszerű dologról van szó, itt viszont legyünk őszintén, a hangulat sem volt az igazi, egy kicsit kiürült már az háttérben, hogy hát ez nem biztos, hogy szerencsés, tehát ezen lehet, hogy valamilyen úton módon változtatni kell, de a sorsolás, az meg sorsolás, az nem. Igen, de én mondjuk azt a részét nem értem ennek, hogy miért a 27. kiemeltnek kell egy selejtezőssel játszania. Igen. Tehát én adott esetben lehet, hogy ezt a privilégiumot megtartanám az első 8-nak. Tehát a 8 selejtezős, az első 8 kiemelte játszik, és ha ott nyer, akkor menjen tovább, akkor ha nem, akkor a színvonal nem esik csorba. Most azért Justin Pipe-nak a 27. kiemeltként azért nincs nehéz dolga. Nem kell egy óriás teljesítményt leraknia. De az már lehet, hogy túlzottan irányított táblabeosztás lenne, egyébként ezt is aláírom. Tehát semmiképp sem biztos, hogy ez a jó megoldás, csak valahogy úgy érzem, hogy azzal még lehetne ezen a... Meg hát azért vegyük alapul, hogy a kiemelés, az első 8 kiemelése, az nem egy ilyen légből kapott valami, hanem egy 2 éves teljesítménynek a szüleménye. Hoppa, egy 171-40-re kerekít Smith, úgyhogy meg lehet neki a szett. És meg is lehet, mert ugye ez már nem befejezhető Pipe részéről. Ez nyilag, nézd oda, tehát ide szinte lehetetlenség. Tehát aki le is kell váltani. Ez oké, hogy jön a tripla 19. Na de és akkor mi van? 58 dupla 20 a szépítésért. Az egyetlen mázli, hogy nem lesz pihenő. Meg 2-1. Meg is szerzi a szettet. Mondjuk számomra meglepő, mert 2-1-nél nem szokott. Elmennek pihenni? Hát az mert a zene az megjött. Igen, de 2-1-nél elviekben nem szokott pihenő lenni. A harmadik szett után. Úgy látszik, hogy olyan hosszúra sikeredett, hogy beiktatnak egy reklámszünetet. Közben kérdezik itt a John Partról, kérdeznek. Hát ő jelen pillanatban is éppen a fülünkre beszél, tehát a kommentátor csapatot erősíti. Próbálkozott egyébként a PDP kvalifikáción, ugye, ami az utolsó szalmaszál. Indul versenyeken, de nem tudja magát kvalifikálni. Hát jelenleg, ahol mi őt láthatjuk, az a World Cup of Darts-nak az eseménye, ahol kanadai képviseletben azért még erősen befér John Part a rutinja miatt is, meg hát az eladhatósága miatt is a kanadai csapat nyilván vele jobb. Nem akarok nagy sebeket felépni, de remélem, hogy jövőre már Jeff Smith oldalán fogjuk látni John Partot.
mert azért Jeff Smith letette a névjegyét itt a világbajnokságon, egy rendkívül jó játékos Kanadából, és szerintem John Partot erősítené, hogyha beleindulhatna majd a csapat világbajnokságon, de ezt nyilván majd ők eldöntik. Miért van 27-es? Hát ugye a kiemelési pozíciót mindig mutatják a kijelzőn, hogyha kiemelt játszik. Jamie Covenről kérdeznek, ő szintén mindenféle selejtező sorozaton elbukott, tehát nem jutott be sem a világranglistára, sem a Pro Tour sorozatból, sem pedig a PDPA kvalifikációra nem sikerült neki bejutnia. Keresgélek még egy-két olyan kérdést, ami nem hangzott el. Nagyon találtam. De akkor beszéljünk még, hát ha van olyan valaki, aki éjszakai bagolyként még nem hallott a nyereményjátékunkról és a mai kérdésről, a PDC Angeren fanclub oldalán egyébként megtalálható a napi kérdés. A mai kérdésünk az, hogy melyik évben játszott világbajnoki döntött Simon Whitlock Phil Taylorral. Egy évszámot kell elküldeni a PDC nyereményjáték@gmail.com e-mail címre, és hát minden nap sorsolunk egy darts táblát, egy Phil Taylor könyvet, illetve egy darts magazint, és a főnyereményt majd a döntő utáni napon, január 2-án sorsoljuk, ahol egy televíziót és egy dedikált Phil Taylor könyvet lehet nyerni. Az amatőr kupára pedig a PDC Hungarian Fan Club honlapján lehet nevezni, versenykiírás is fent van. Érdemes figyelni, mert ugye 14 év alatti játékos nem nevezhet, illetve meg van szabva az is, hogy időben vissza nyúlóan meddig ellenőrizzük le a versenyengedélyeket, ami a Magyar Darts Szövetségnél kiváltásra került. Tehát kérem mindenkit, hogy figyelmesen olvassa a versenykiírást, mielőtt benevez, ne ott a helyszínen kelljen szembesülni a valósággal, hogy esetleg nem játszhat, mert senkinek nem szeretnénk a napját elrontani, de ezeket a szabályokat szeretnénk mindenképpen betartani. Na, szokásoktól eltérően. Hát egy milyen mérkőzés, nem menjen el hosszabbításig, hanem egy ilyen. Jós. Mit szólsz te ehhez? Hát mit tudok mondani? Szóhoz se jutok. Justin. Hát és ugye most még a kedves rendezők is bepakoltak egy extra szünetet, lehet, hogy nekik is pihenni kell egy kicsit. Fölmerült itt kérdésként, hogy azok a magyarok, vagy magyar, azt hiszem jelen pillanatban csak Bezzeg Nándornak van ranglista pontja, hogy az hogy tudja megőrizni, illetve hogy ezzel védettséget kap-e a World Cup of Darts-nak a magyar csapatban való szereplésére. Ez akkor történik meg, hogyha sikerül Pro Tour kártyát szereznie, tehát ha elmegy a selejtezőre és ott úgy teljesít, akkor meg tudja őrizni a ranglista pontot. Ugye végső Jani sportársunk volt, aki 2016-ban sikeresen vett akadályokat a European Tour selejtezőkön, és szerzett ranglista pontokat, de azt ilyenkor automatikusan a selejtező
után törlik, akinek nincsen Pro Tour kártyája, tehát a Q School-on el kell indulni, és akkor meg lehet őrizni a ranglista pontot. Azt ugye elvileg két évig őrzik, de csak akkor, ha valakinek Pro Tour kártyája van, tehát remélem, hogy egész érthetően elmagyaráztam annak a kérdezőnek, aki ezt kérdezte. Na és Bernie Smith már is hozza az első leget. Lehet, hogy valóra válik ez a kis fordulat, hogy Bernie Smith megembereli magát, Pipe meg nem tud sebességet váltani, szó szerint. De úgy látom, hogy most már Kevin Minkhöz hasonlóan lassan alakul a Bernie Smith fanklub is ott a háttérben. Hiszen egyre több szurkoló élteti az Új-Zélandit. Ebből biza még bármi lehet. Jön a két tripla. 135. Ez érdekes egyébként, ugye, hogy bizonyos szempontból, tehát ezt onnan is érdemes megvizsgálni, hogy Pipe ugye ezzel a egy nézve milyen teátes mozgat, nézd meg, azért tudok 100 fölött is dobni. Van. Szóval megadja a lehetőséget az ellenfélnek, hogy valahogy beletaláljon a saját ritmusába. És nézd meg, Bernie Smith, ugye ott gyakorlatilag 2-0-ig nem nagyon találta a triplákat, azóta viszont jó. Igen, most magára talált. Azóta jönnek, tehát... Most ezt a leget most egészen jól megtolta Justin Pipe. Szüksége is van rá, hiszen nem ő vezet. És nem... Letolta magát 40-re, hogy a 106-at nem volt kiszálló Smith esetében. És jön a tripla a végére. 44, na nézzük a dupla 20-at. Az elsőre megvan Justin Pipe-nak. Ez egy 13 nyilas leg, egyébként ez a legjobb legje eddig Justin Pipe-nek az egész mérkőzésen. Meket szerintem ott ingyen adják már hátul. Jön a tripla. És egy százas a válasz 99-re. Viszont szektorhiba, és csak egy tripla érkezik. Most egy kicsit megemberelte magát Justin Pipe. Ha levált és jönne a tripla, akkor az elő lenne, így viszont. Még mindig Bernie Smith-nél a kezdeményezés, de egy egyessel kezd, amiért nem a legjobb. Volt van egyes kör. Kell még egy tripla, hogy 164-re lejöjjön Justin Pipe. Vagy hát 170-re is jöhetett volna. Ez
19-esen nem jön a tripla. Százas, 106-ra jön le, de biztosan rá fog dobni Pipe. Négy pont. Nézzük Pipe-ot, hogy brékele. Smith kezdésén nem jön a tripla, így már most biztos nem fog duplára dobni, csak kerekíteni tud. 68. És megint kipattan neki. Folyamatosan lögdösik egymást a bennálló nyilai, azonnal elütik a másikat, ami oda érkezik. Itt viszont jön az 54, a 10-es, az is megvan, és a dupla 20, és bedobja! 2-1! 100 fölötti kiszálló. Öles, de annál lassabb léptekkel haladunk a 2-2-höz a szettek arányában, hiszen Justin Pipe most nem szórakoztat minket nagyon erős játékkal, és Smith ezt gyönyörűen használja ki. 100-as, de most nem is muszáj nagyon Bernie Smithnek hajtani ezt a leget, inkább a saját kezdéssel foglalkozni, mert most viszont dobálja, ez ne tévessze meg senkit, ez csak a negyedik szettnek az átlaga, nem a meccsé. Azt szerintem észrevettük volna, ha ez a meccs átlaga lenne, ez a 98, de mondom, ez a szett, ez tényleg egy kicsit magasabb színvonalon, mint az eddigi. 44. A 73. 100 pluszos volt. És Barney Smith egyébként már a negyedik 100 pluszos kiszállóját produkálta a világbajnokságon. Tehát itt a egy nap alatt már dobott 4-et. Az eddigi rekordot Brandon Dolan. Smith rákoncentrál a következő, szerintem a legjére. Hát, ha csak nem jut el oda, hogy megint kidobhatja a tripla, 20, dupla 8. És ez megvan Justin Pipe-nak, 2-2. Na mi lesz? Hát most eldől, hogy 2-2 a szett arány, vagy megnyeri Pipe a mérkőzést. A versenyben lévők között egyébként a 100 pluszos kiszállók számában Kevin Meech vezet, hiszen ő még bent van, Brandon Dolan már nincs, és Bernie Smithnek van 4, és elég sok játékosnak, de a bent lévők közül Van Gervennek, Steve Westnek, Jan Deckernek és Jamie Lewisnak van 3. 100 pluszos kiszállója, és 140-nel kezd, a 46-ra válaszolva Justin Pipe. Százas Bernie Smith-től. Én nem tudom, hogy ez a hölgy miért szorított ennyire nagyon, de jobban izgult, mint az egész terem együttvéve szerintem. Így elnézve a lehet, hogy busy people hátsó képsorokat.
Jön a tripla 20-as Smithnek. Meg még egy. Szihetetlen. 180! Bedobja a 180-at. Ez a harmadik neki. Na de várjál, hát jön. Hát ez... Hát jön. És 81-es, majdnem ki is csapta a triplában már benne álló nyilat. Justin Pipe. Megint ráfér a nyilaira, egy kis csiszolgatás lehet, mert majdnem kicsúszott ez a tripla 20-as. Megvan az első tripla. Szerintem 80-ra megy lesz Smith, és a 80-ra dobni fog, hiszen Pipe nincs kiszállón. A 12 nyíl után 80 pontja van Bernie Smithnek. Kettő marad. Azt... 80. És megint rámegy a 48-ra, de hát most... És a bull, és kerekít 36-ra. Erre szoktuk azt mondani, hogy rá is dobhattál volna. 102, na? Kerekítés helyett. Na nézzük, 102-re Pipe-ot a mérkőzésért. Megvan a tripla 20-as. 10. 10 vagy 2, nem tudom melyiket választja. A 10-es és a dupla 16. Meccs nyíl. És nem dobja meg. Dupla 18, Bernie Smithnek hátul nagyon lelkes új-zélandi szurkolók. Újdonsült új-zéland, és bedobja! 2-2. Bernie Smith bedobja, 2-2 az állás. Két olyan nyilat szúrt el Justin Pipe, ami lehet, hogy a továbbjutásába kerül. És tovább másfél órája játszanak. Nem, még nem. Nem, egy 1 óra 10 perc, egy óra körülbelül 50, 22-55 körül kezdték. És hogy kezd? 180! A negyedik 180-át dobja, most már... Bernie. Kezd tényleg az a feeling lenni, mint... Két Bernie van, pontosabban Barney Bernie. Lesz majd egy ilyen? Igen. Lehet ilyen? Barney Army. Lehet ilyen? Esetlegesen? Hogy? Nem tudom, de a negyedik nyila is benne van. Az nincs benne. Oh. Sajnos pedig nagyon örültek. Az itt maradottak. Nem, mert bár neved a felső ágon van. Te csak a döntőbe találkozhatnál. Na. Most szép a tripla 19-esen. Az is benne van a triplában. Meg még egy. Már csak 106 pontja van. És hátsó pályán játszik Bernie Smith. Na még egy. Ó, azt hittem dob még egy 180-at. Nézzük a bult, bedobja 86-ról, elveszi pár kezdését. Justin Pipe addig-addig szórakozott ezekkel a kulcs szituációkkal, míg lehet, hogy a meccsébe fog kerülni. Szinte saját magát is leültette. 12 nyilas volt. Bernie Smith-től 140, ez volt eddig a legjobb legje, és 121, és kiszálló a legmagasabb kiszállója, ugye? Hát... 90-es átlagot egy kicsit alulról súrolja.
Patrik írja nekem, hogy és akkor most Bernie Smith bedarálja 6-5-re Justin Pappot. Bedarálja 6-5-re. Hát egyébként jó eséllyel van ezen a meccs, vagy lesz ezen a meccsen hosszabbítás. Persze, ha Pipe nem kapja össze magát, akkor nem lesz, de most egy kicsit úgy látszik, hogy ráéztett Bernie Smith, mert most nagyon szépen játszik. Ott a 180. A meccset lehet, hogy Kirk Bevinsnek kellett volna adni, mint speaker, mert ő a legfiatalabb a csapatban, szegény Paulings. Jó megkapta így a végére. Ott állhat egy másfél órát a táblánál. Na, most már elkezdték a... Ajjaj, ebből baj lesz, igen, mert Pipe nem nagyon tűri ezeket. Na jó, ezt már szinte nincs pofán beolvasni, hogy most valószínűleg majd Justin Pipe elkezdi lassítani a játékot, hogy megtörje Bernie Smith-t. Köszönjük Bata Józsinak, aki úgy látszik még ilyenkor is elemében van. És különböző taktikai meglátásokkal segítik a munkánkat a fiúk. Egyértelműen Barney Smith-nek szurkolnak egyébként. Ja, nézzük 101-ről. Kell a tripla. És ott is van. 9. Bedobja és a dupla 16. Azt a mindenit, de közel volt. Én is bent láttam. Milyen 20-as volt, az majdnem beledobta a triplába. Tripla 8-at kell dobja. A dupla 8, az nagyon jött neki eddig. Ha sikerül, és bedobja bizony, 1-1 van. Aha, akkor most már legalább tudjuk, hogy Justin Pipe-ért szorított az a hölgy. Nem csak a hölgy, hanem ott az egész kis csapat. Egész kompánia, igen. Visszaszerzi az elveszített. De 5, bocsánat, 45. Ahelyett, hogy örülnének, neki fújolnak. Ez azért egészen hihetetlen. Megint kezd kialakulni az a típusú hangulat. Hát nem feltétlenül nyeri el ám a... Hát nem, ugye most egy ilyen meccsen elő tud jönni az a típusú szurkolói magatartás, amikor a gyengébbnek tituláltnak elkezdett szurkolni, hiszen most már tényleg kapott annyi lehetőséget Justin Pipe, hogy igazolja azt, hogy ő a jobb, hogy ezzel nem tudott élni, és most már a nézők is ott tartanak, hogy hát ha igen, eddig nem sikerült legyűrnöd, akkor most már, ha ilyen szoros lett, akkor inkább jusson tovább a
selejtezőből tovább jutott játékos, de hát persze ez nem ilyen egyszerű, csak hát lélektanilag nagyjából ez a magyarázata annak, hogy a játékos sok közül most Bernie Smith mögé állt a közönség, legalábbis az, akik itt maradtak. Körülbelül egy ilyen jó erős félház lehet. Dobja a triplát. De kiszállni nem tud ugye a 159-ről, de le tud jönni. Hú, eltalálta volna a 39-est, akkor marad a 40, így 66 marad. 116-ra kell a tripla, de nagyon megint ott lóg a nyilat. Na, most oda tudta dobni mellé. De kizártnak tartom, hogy ha nem áll ki, kicsit ki kell állnia, vagy oldalra, vagy valami már, igen, ki kell állnia, különben nem tudja oda dobni szemből. És nem sikerül a tripla. 56-66-ról. Megint lehet egy break. Szenzációs hangulat lett itt a végére. Tripla 10 megvan ám. És a dupla 18-ot kell dobnia. És bedobja! 2-1-re vezet! Bernie Smith! Kezd a győzelemért! Csövet kortyolt! Bernie Smith! Tripla nélküli kezdés. Bizony. De lehet, hogy megfordult most már a fejében, hogy miért játszik. Milyen tripla egyelőre, Pipe-nál sem. Ne! 57! Aki itt nyer egyébként, az december 23-án játszik Phil Taylorral a második meccsen majd. Be van a tripla! 140! Hát lehet, hogy el kell gondolkozni a Bernie Smithnek, hogy nem Új-Zélandon fog karácsonyozni. Hiszen ha nyeri ezt a meccset, akkor 23-a este fog fellépni a színpadra. Közben 93 pontot dob Cody Harris, kitartó a honfitárs mellett, szurkol. Come on, Bernie, come on! Igen. Jaj! Tripla egybe kezd. A dobás, hát akkor van bajban Bernie Smith, hogyha Pipe triplát dob Pipe. Az első nyíl a sima 20-asban alatta. Kicsit kiemeli benne a triplába, és dob-e még egy triplát. Ne. Leváltott, hármas. És hármasba ment. Uha. Igen, és ez így nem, ez így nem hiába a tripla, ez így. Ez így nem megoldás Pipe számára. Lesz három napon keresztül egymás után csattanó az utolsó meccsen. 60, így csak 200 alá megy be, igen, nem 100 kiszálló. 268, dob egy triplát, Pipe. A szimpla. Nagyon lóg az a nyíl, 18-asba kell dobnia, meg is csinálja, 170 marad. Tehát ő van kiszálló, de ez nem túl magas, ez a, vagy soha nem túl előnyös. Na nézzük, mit tud kihozni neki? Ott a tripla! Hát kell a tripla. Hát a 18-asba, vagy nem. Tehát miért nem a kör előtt nézel ki, hogy mennyi pontod van, drága ember? Tripla 20, innen. Eldob két nyilat, és utána nézi meg, hogy mennyi pontja van. Mit tud kerekíteni magán? Megcsinálja Pipe! Az 54-et vissza kell a 20-as. Az 18, is jó egyébként, 92 dob, 78 marad, 113-ra. Egy triplás. Bernie Smith. 94, tripla 18.
Nincs meg, és 76-ra 20-as. 56 pontja marad Justin Pipe az életben maradásért, a meccsben maradásért, 78-ra. Tripla 18, dupla 12. Sima is jó. Ha eltalálja 20-ast, egy nyila lesz a dupla 20-ra, eltalálta. Megdobja vajon 2-2-höz. És fölé dobja! Elhibázza Justin Pipe! 16 dupla 20, Bernie Smith a selejtezőből újabb kiemeltet búcsúztathat. Ó, micsoda őrjöngés van itt. Másfél órányi játék után. Családtagjai el se akarják hinni, hogy két nyila van Bernie Smithnek. Az első dupla 10! Dupla 10, nincs meg! Elizgulja a végét, nem találja el a duplát. Marad három nyila Pipe-nak, hogy egyenlítsen és menjen tovább a mérkőzés. És bedobja! Azt a mindenit, két nyila volt az új-zélandinak. És kétleg ugye innentől kezdve, tehát... És ez viszont sportszerű. Persze, hát ez viszont nagyon Pipe azért nem szokott inkorrekt lenni, hogyha látja, hogy ez most rajta is múlottam, hogy idáig jutott a meccs. ...88,2-es átlagot dobott eddig Justin Pipe, 48%-os kiszállóval, tehát nagyon jól kiszállózik, csak a tömeggel vannak problémái. 87 ponton áll Bernie Smith, 36%-os kiszállóval. 134, egy kicsit legördültek a sziklák Justin Pipe, róla teher lekerült. Szép kezdés, de nézzük Bernie Smith-t. Szép, 140-nel kezd ő is. Nem viselte meg azt, hogy kihagyott két meccs nyilat, de most Pipe is nagyon szépen dob. Ó, egy 177, gyönyörű. Az alatta 100-as. 190-re. Ha így játszott volna egész meccsen, akkor valószínűleg nem jutunk el idáig egyébként, mert most három kör után 90 pontja van. És most Bernie Smithnek nem jön a tripla, csak az ötösbe megy. Itt jó eséllyel Justin Pipe fog vezetni 3-2-re, ha nem rontja el a kiszállózást. Hát 40-re lerakta magát Justin Pipe. Az előbb jött neki szépen. Százas Bernie Smith-től, ki kell szállni a Pipe-nak. Az alá ment a dupla 20-nak, dupla 10, az megvan! 3-2-re vezet Justin Pipe. Nagy az öröm a családban. Egy nyílhegynyi, drámákat élnek át. Tűhegynyin múlt. Bizony, és jön a tripla Bernie Smith-től. Meg még egy. Az egyesbe. Szépen visszadobja, tripla 20 újra. Hát addig beszéltünk itt alapvetően, a 6-5-ről, alapvetően azt gondolom, hogy most már ezen a meccsen annak kellene dönteni. Mi akkor is, hogyha ez... Egy legnek? Igen. Ó, az kemény ám. Van. Ez most nagyon sok függ a következő Pipe körtől. Jön a tripla lent a 19-esen. És még egy. Ez most jó. Bizony.
Ez most jó, és ez előny hátsó pályám. Nyilván függően attól, hogy mit dob. Óha! Egyes. Nincs tripla. Most eldőlhet a mérkőzés. Lehet, hogy mégsem megyünk egy hirtelen halálig. Jön a tripla 20. Ez fölötte van, de így is már nagy előnye lehet Pipe-nak. 98, 186, nem kiszálló, de körülbelül egy környi előnye van hátsó pályáról. Kell a két tripla Smithnek a kiszállóhoz, nem jön a tripla. Sőt, ja, 45. Sőt, sőt, hát szerintem itt most megpecsételődhet a mérkőzés sorsa. Így van, Pipe jól is kezd. Az is bent van. Nincs bent? De benne van. Nem, én azon nevetek, hogy egyszerűen az kellett hozzá, hogy megcsapja a kiesés szele Justin Pipe-ot, hogy összekapja magát, és úgy játszon, ahogy szokott. 51. Most persze most jön a tripla. Igen. De még egyet dob, azért az komoly nyomás lesz, 140. Hú, a 52-re maradt volna Bernie Smith. 19 dupla 16. Megvan a 19-es két nyíl. Kívülről. Ez lehet akár vezető nyíl is. Nem dobja be! Hát ez hihetetlen. Micsoda mérkőzés. Újabb kis reménysugár Smith előtt. 92 nem könnyű, de két nyílból megoldható. Ha jön a tripla. Mire megy? A búrra. A búrra. Okosan, 67 pontja van. 17-es és búl. Vagy tripla 17 és dupla 8. Itt választ, a simát fogja. Hát a tripla 17-et kell megcélozni, de rámegy a tutira. Egy nyíl a búrra. A 3-3-hoz. Bedobja? De... Dráma? Nem, dráma. Marad a 42 pont. Dupla 8, ez eddig nagyon ment Justin Pipe-nak. És lezárhatja a meccset, bedobhatja magát 32 közé Taylor mellé. És most ki kell zárni ezt a fújolást, bár mondjuk a füldugó sokat segít rajta. Dupla 8. Bedobja elsőre. Hát, mit mondjak? Küldhet egy csomag szaloncukrot, már ha ismernék abban a kultúrában, de küldhet Új-Zélandra Bernie Smithnek, mert ez most kisebb fajta karácsonyi ajándék volt Justin Pipe-nak, hogy abból a két meccsnyílból egyet sem dobott be Bernie Smith. Hát, kedves nézőink, Justin Pipe megy, Phil Taylorra játszik, Taylornak is akkor így van, egy kicsit készülni kell erre, bár azért ők ismerik egymást. Lajos, köszönöm, holnap folytatjuk. Köszönöm. Jó éjszakát, viszontlátásra.